Lényeg az, hogy fogadd el, amin nem tudsz változtatni. Meghalt a fiam, nem tudok változtatni. Az, hogy elfogadod, sose fogom elfogadni, hogy ezt túl kell élni. Ezt szabályszerűen túl kell élni. Ennek olyan ereje van, ennek a fájdalomnak. És kijött ez a kis nővér. Fiatal, pirosposgás, gyönyörű, ilyen 35 éves kis nővér, és megölelt. Tudom, mit érzel. És a fülembe súgta, hogy 1 éve, a 7 éves gyerekem egy ilyen kis csúi műanyag, amivel aludt, annak leharapta a végét, és megfulladt az álmába. Szóval itt van egy anya, aki azt választotta 1 évvel azután, hogy a 7 éves gyereket tragikusan meghalt, hogy elmenjen dolgozni egy olyan helyre, ahol ő másokat tud. Ezen át segíteni, támogatni. MOKA. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. Hosszú barátság után újra találkoztunk, és ez a hosszú barátság ez igazából tegnap kezdődött. Igen, ugye? Igen. Ahogy mondják, egy vadidegen ember volt a legjobb barátod is egyszer. Ez egy nagyon bölcs mondás. Na ezt fejtsd ki, mert ezt nem tudom. Én nem ismerem. Mély a koncepciója, de pofon egyszerű polaritásában. A legjobb barátod valamikor nem ismerted. Kész, ennyi. Értem, oké. Ez egyszerűsége. És ezen belül a mélysége nekem az, hogy sok ember nem is ad esélyt arra, hogy valakit megismerjen, mert a limitációi, a preconceived koncepciói, érted? A bias, a subconscious bias. Ez egy jó kis érdekes podcast lesz, és azért, mert amikor elkezdtem veled, vagy elkezdtünk beszélgetni, akkor mind a ketten már nagyon régóta itt vagyunk, te 86-ot, és majd szerintem úgy fogjuk kezdeni, hogy elmondani a kis élettörténetedet, hogy mi történt 86 óta itt, és akkor utána belemehetünk az ilyen spirituális dolgokba, mert amikor megismertelek, vagy amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor volt ugyanez az a pozitív feeling, vagy pozitív, majd nem akarok meg én angolul beszélni, ez a pozitív érzés, hogy mint hogyha mindig is ismertelek volna, mert ugyanúgy hasonlóan gondolkodunk, ugyanúgy, és nekem ez hiányzik azokkal az emberekkel, akik olyan régen vannak itt, mint én, azok nem egészen, egy kicsit másabb, mint akik mondjuk 2000-ben jöttek, vagy akik most jöttek. Igen. Szóval Vékony Judit, szia, üdvözöllek itt nálam, és... Köszönöm ezt az impromptu, nagyon hamar összehozott a fantasztikus lehetőséget. Fantasztikus abból a perspektívából, hogy megismerhettelek a cicádat, ilyen személyesen, és már kávézgattunk, már beszélgettünk is. Ezek lelki kapcsolatok, ezt vagy tudod, vagy ott van, vagy nincs. Yeah. Úgyhogy köszönöm ezt a és szerintem időt. Elkezdünk beszélgetni, és egy 5-10 perc van nem is fogsz, mert lehet, hogy még egy kicsit, jaj, itt a kamera, meg így, meg úgy. Igen, kamerasáj vagyok, azt mondtam. De viszont te dolgozol egy nagy cégnek, amire még nem térünk rá, hogy igazából nem kéne, hogy kamerasáj legyél, mert csak barátok között beszélgetünk. Igen, erről van szó. Szerintem ez az exposure, azt meséltem, hogy a pharmaceutical industry-ba vice presidentekkel, meg head, meg direktor, meg ilyen nagyon magas szintű vezetőkkel vagyok napi szinten a kamerán, meetingekbe. És abszolút tartalom szintű ez, jobban a social platformon, YouTube-on, ez egy más, úgyhogy megvannak nekem is a saját kis ilyen... De szerintem ezt meg kell... Oké. Meg kell ezt szokni, mert... Már meg is szoktam, ígérem. Végig mosolyogni fogok. Ja. Mert ha belegondolok, én sem voltam annyira úgy laza kamera előtt, vagy mikrofonba, attól függetlenül, hogy DJ vagyok. Igen. De én mindig azt mondom, hogy nekem van egy kis ilyen beütésem, hogy Asperger, vagy ADHD, vagy tök mindegy, ADHD, vagy tök mindenek mondod, És attól függetlenül, hogy mindenki azt gondolja, hogy én állandóan a Facebookon lógok, ami nem igaz, mert egy nap ma reggel megnézem, meg este, amikor kiposztolok valamit, azt annyi. Kettő, pedig amikor DJ-zem, akkor én valamennyire én is társasági lény vagyok, mint mindenki más, de valamikor pedig én egy elég ilyen extrovert, vagy introverted ember, hogy bent, és hogyha a DJ pultba vagy, akkor csak ott el vagy egy kis buborékba, és csak nézed az embereket. Igen, szóval... igen. És mi tölt fel? Mert tudod, hogy nagyon sokan félreértik az extrovert, meg az introvert a jelentését. Ja, az mi az, ami feltölt? Mikor vagy feltöltve, amikor kifele? Társaságban vagy? Én mindig figyelek mindenkit. Tudod, így kintről figyelek mindenkit, és vannak ilyen kattanások, amikor tudod, hogy még segíteni a közösséget. Igen, és akkor én ebben vagyok, hogy közösség, közösség, közösség. Igen. És tele energiákkal érsz haza, vagy abszolút leszívott energiákkal, hullafáradtan? Én nekem mindig tele vagyok energiával. Én is. Oké. Okay. Wow. Let's go! Ez azért érdekes nekem, mert azt említettem, hogy pszichológia szakon végeztem a főiskolát, és én teljesen mindig úgy értelmeztem, több éven át én extroverted vagyok. Aki rám néz, social butterfly. Érted? Belépek egy terembe, és akkor kezdődik a parti. Imádok beszélni, van miről, abszolút extroverted, de van egy fantasztikus balance ezen belül, hogy ami igazából feltölt, az az introverted. Imádok egyedül lenni, egyedül sétálni a kutyáimmal, egyedül művészkedni, zenét hallgatni, akár utazni is, olvasni. Több száz könyvet elolvastam, hogy imádom ezt, és ezt tölt fel, ez az energiát. És lényegében véve az nagyon fontos, hogy valaki megértse, hogy ez az egyensúly fontos, hogy nem csak extroverted vagy csak introverted vagy, hanem az dominál az egyik vagy a másik, hogy honnan töltődik fel az energiád. Érted? Én kimegyek egy társaságba, life of the party, hazamegyek, és ki vagyok. Nekem 2 nap kell, hogy az energiáimat visszahozzam, és regeneráljam, és feltöltődjek. Ezen gondolkodnom kell, mert oké, van egy parti, 2-kor vége van, és valamikor azt mondja, hogy menjünk már haza 2-kor, mert utána általában az emberek ott maradnak, mert oké, figyelj, eddig tudunk lenni, menjünk. Viszont reggel 6-kor fölkelek, és én már megyek, és már nyom. Ugyanez, 5 órát alszom átlagban, úgy mentem át a főiskolán, egyetemen, hogy ilyen kávé, meg nem alvás, és szívtam magamba színötössel, szóval produkáltam is. Éjszakai bagoly vagyok, de nem ezt tölt fel. Ezt viszem, ez más energia. Ezt viszem, és benne vagyok, és extroverted, és érted, kifele bontakozok. De abszolút nem ezt tölt fel. Teljesen az introverted, az a csodálatos balance, az egyensúly, az a hangsúly, ami létezik bennem, amit éveken át kialakítottam, hogy meglegyen, hogy nem csak mindig kifele. Mert sok ember vagy csak befele, és hiányzik nekik ez a, érted? Ez a feltöltődés. Nem mindegy, csak egy ilyen... Arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire hallatszik ez a csörgés állandóan, a kezenem van a kis doboz, igen, ezt imádom, a cigánylány bennem. Ja. De akkor kezdjük ott, hogy jöttél ki Amerikába? Hogy jöttem ki Amerikába? Szerintem én kijöttem már Amerikába gyerekkoromba, mert ilyen hatalmas nyitott szemekkel néztem minden, ami amerikai volt a tévébe. A kályha előtt. Cowboy, minden, valamiben nem volt a lelkembe. És én erről az útról, erről a lelki útról nem jöttem le azóta se, gyerekkorom óta se. És úgy alakult minden az életemben, hogy az első nagy szerelmem egy vegyészmérnök, veszprémi, 26 éves srác, elment taxizni Budapestre, ott összeismerkedett a gróf Tisza Kálmán, volt miniszterelnöknek az unokájával, Tisza Istvánnal, és kihívták 85 a decemberében. Én akkor érettségiztem, ez több éves kapcsolat után volt, már fenn voltam az Orfiba Budapesten, és a 4000 forintos nővéri fizetésem az nem volt elég, hogy egy akkori 20 000 forintos repülőjegyet az USA-ban megvegyek. Így ott hagytam. Augusztustól novemberig dolgoztam az Orfiba, és elmentem a Móricz Zsigmond körtérre, egy cukrászdába, és a Moszkva térre az amerikai hamburgert árulni. 85 végén, igen, novembertől. 86. március 15-ére szólt a repülőjegyem, és akkor jöttem ki. És megint ennek nagyon nagy értéke van ezeknek a döntéseknek, mert az egész élet az, hogy sikeres vagyok, itt annak tartom magam, nem anyagi materialista, az is, de nem, soha nem az volt a célpontom, hanem teljesen más a perspektívából tartom sikeresnek magam, de ezek a döntések, az állandó döntések, hogy abban a jelen pillanatban mit tudsz, hogy tudsz, és mit tudsz kihozni abból, hogy a következő lépés, vagy action, vagy bármi, amit meghozol döntés az életedbe, olyan eredményt hozzon, ami a te journey-den, érted, lelki utadon oda vezessen. Minden ettől függ, és ez itt kezdődik. Hogyha én azt mondom, hogy nincs pénzem, meg nem merek, meg nem megyek ki, abszolút nem, valami tüzelt, és ez nagyon fontos, hogy ez az állandó longing, hogy megtaláljuk a lelki utakat, megtaláljuk a célunkat. Érted, hogy tudjuk, hogy merre vezet, és hogyan. Ha megvan, hogy hogyan, vagy ha megvan, hogy miért a döntő, akkor a hogyan az automatikusan jön az életbe. De ehhez ezek a döntések nagyon, nagyon fontosak, és szerintem sok ember itt ragad meg. Ezek a lelimitált paradigmok, tudod, hogy és túl fiatal vagyok, túlfélek, mit szólnak majd, meg érted, nincs pénzem. Nem, oké, pénz kell? Mit tudok csinálni? És ott mertem hagyni egy nővéri pályát, amiért 4 évig tanultam. 18 évesen 40 beteg volt alattam, mint egy fiatal nővérnek az Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet. Orfi, így emlékszek rá. Sok más, majd visszavezetem, hogy sok más érdekes fordulatpont, hogy nem, ide kijönni könnyű, mondjuk 86-ban nem volt, de ezt akartam kérdezni. Itt megmaradni és sikeresnek lenni, az már egy más dolog. Szóval így kerültem ki, megvettem a repülőjegyet, kijöttem, és idejöttünk a Tisza családhoz, 3 gyereküket megismertünk, és akkor ez az abszolút itthon vagyok érzés. Az indiánok földje, nincs kerítés, ez az eszméletlen gazdagság. 86-ban, ami itt volt, a mólok, amit most itt vannak, már itt voltak. Nekünk mi volt 86-ban? És akkor sokkal nagyobbak voltak. Minden nagy volt. Felhőkarcolók. Ja. És képzeld el, hogy ebből március 15-én, júniusig 3 hónapra jöttem ki, jött megint ez a döntés, hogy akkor valamit már próbáljunk meg, én nem akarom a felhőkarcolókat nézni, hanem akarok egy icipici porszemnyi tapasztalatot ebbe a fantasztikus országban, mert lehet, hogy a büdös életben nem jövök ki. Vagy nem, tudod, ilyenkor nem gondolkozol 18 évesen, hanem az a eszméletlen erőteljes jelen pillanatban való élés, az olyan fontos. Ez az Eckhart Tolle-nak a Power of Now. A jelen ereje, ezt nagyon ajánlom mindenkinek. Fantasztikus könyv. Mérvadóan, hogy mindig a jelenbe legyél benne. Emlékezzel majd ezekre a könyvekre, mert én téged fogok erre megkérni, hogy ezeket mind majd szépen leírjuk, és akkor Majd ide a descriptionben, vagy ide az aláírásba odaírjuk a könyveket, mert nagyon sok könyvről beszéltünk még privátba előtte. Tegnap. A régi napos barátságunk. És Szerintem sok mindenkinek ez hasznos lehet, mert én is nagyon sok könyvet. Én is azt mondtam, hogy volt olyan év, hogy 100 könyvet olvastam el. Ja. Ja. De erre mindig azt mondja, hogy hallgatom. Igen. Mert audiokönyvek, vagy a hangos könyvek, azok egy óriási találmány, mert igen, amikor egész nap megyünk a kocsival. Nem vagy lelimitálva órákat. Én is ezt csinálom. Igen. Vezetek le, igen, és egy igen, könyvet elolvasom. Most audion olvastam el az Edith Éva Egernek a Choice nevű könyvét. Pedig hallottam róla. Fantasztikus ez a nő. Aki nem ismeri, az meg kell, hogy ismerje. Holocaust. Igen. Ő volt az Amerika. Igen, az Amerikai Egyesült túlélte Auschwitzot, és nagyon jó barátságban volt a Viktor Franklval. És nekem pszichológia szakon kötelező volt az ember meaning, man's meaning of life, tudod, és holocaust, Auschwitz survival volt, és hogy milyen szinten nem lehet elvenni, tényleg az ember lelki központból él. Nem lehet, nácik nem tudták letörni. Mert meaningje volt abba, hogy még napfelkeltét, naplementét, madárcsicsegést hallott. Ez gyönyörű, nagyon powerful. És ők nagyon jó barátok igen, lettek. És Éva kijött ide, amin átment ez a nő, az eszméletlen. Mondom, the choice, a választás. És nem, hogy átment ezen, hanem az Egyesült Államoknak az egyik legelismertebb, legmagasabb szintű, a hadseregnek volt a pszichológusa. A PTSD, ilyen trauma. Igen, szinten. És egy csodálatos. Magyar perspektívából is, mert a gyerekkorából Magyarországról beszél. Az egész hazahozza, hogy mi mentek át a holokauszt alatt. Na, erre kíváncsi vagyok, mert amint beszéltünk, én is szeretem Jordan Peterson-t. Imádom Jordan. Viszont itt van Máté Gábor is. Igen, Máté Gábort is követem. Amiről beszéltünk tegnap, igen, ez a podcast. Én most már az elmúlt pár évben lekapcsoltam. A cable-t megszüntettem, nem nézem a Main Street médiát, egyszerűen nem fogadom be. Amikor bizonyos frekvenciát elérsz az életbe, you have to change the channel. Át kell, hogy kapcsoljad. Érted? És ez is egy döntés, egy napi döntés, hogy nem a garbage-ot engeded be, meghallgatod meg. Az egyik legnagyobb paradigm az a dissuasion, és az nem magunktól jön, hogy nincs elég pénzem, nem félek, nincs időm erre, hanem a kinti, a society's dissuasion, hogy hát mit gondolsz, ki vagy te, meg nincs nekem. Nekem többen mondták, hogy ja, még egy diplomával akarod kitörölni a segedet? Mondom, igen, mert ez egy, nem tudod, hogy ez mit ad. Kritikusan gondolkodni, így tanultam meg főiskolán. Lehet, hogy nem emlékszem a 2 éves világ történelem minden részére, de egy karaktert épít, és karakter nélkül az ember nem ember. Én ezt mindig, vagy legalábbis én ezt úgy értelmeztem, hogy ugyanúgy, mint mész az autóval, ahova nézel, oda mész. Ha te mész előre fogsz menni, de nézd meg, hogyha vezetsz az autóval, ha elkezded nézni a leállósávot, akkor automatikusan oda fogsz menni. De így van az, hogyha amikor egy lovagolsz, a ló ugyanezt csinálja, hogy igazából már annyira egybe vagy, és majd rátérünk az állatokra is, hogy érzi, ha már csak erre nézel, akkor már a ló arra megy. Igen. De nagyon elkanyarodtunk, most ott voltunk. És várj, amit nem nézel, amit nem látsz. Ha úgy éled az életedet, hogy egyszerűen convinced, van egy conviction, nem tudom, mi ez a magyar szó, erre a magyar szó. Elhiszed, vagy... Nagyon mély, meghatározó, igen, hit, de nem vallásos szinten, hogy ja, tudom, és ez történik, és az történik az életemben, de a célom ott van, és oda el fogok menni. Nem látom, érted? Nem tudok róla. De ítélet, elítélt conviction. Nem. Igen, tudom. Csak most betettem így direkt a... Szóval nem kell, hogy lássad az előtte levő kocsit, vagy ameddig látsz az országúton, hanem tudjad, hogy... Nem azért vezetek, hogy vezessek, azért vezetek, hogy odaérjek egy célponthoz. De azt nem tudom, ez a jövő, érted? de nem ott élek, mert egyszerűen megint ez a jelennek az ereje ebből ered, hogy nem tudom holnap mi lesz, megfoghatatlan, lehet, hogy nem is leszek itt, lehet, hogy tök mindegy, hogy mi lesz, nem abban élek, sok ember abban él, vagy a jövőbe, vagy a múltba. És a jelenük, ahol döntések, a gondolat, meg a döntések születnek, meg a tettek születnek, és annak a konzekvenciája, azaz a result, érted? Ez mind nekem abban, hogy ide eljutottam, ennek lesz valamilyen, arra eleve az, hogy megismertük, az, hogy én felhívtalak téged, hogy találkoztunk egy közös ismerősünk által, hogy az a közös ismerős engem megkeresett, és vadidegenen Toncsiról beszélek, igen, vadidegenen vendégül láttam, mert nem találkoztunk soha, a virtuális egy leckén, 3 napos leckén, ahol segítettem neki fordítani, és levettem a fantasztikus óráját. Barátnőimmel még Covid alatt, azon kívül nem találkoztunk, és megjelent a feleségével 11 órakor. Azt meséltem neki ezt a sztorit, igen, a házamnál is reggel 3-ig pingpongoztunk, ugyanez azonnali barátság, ezek lelki kötődések. Uh-huh. És ezek a döntések, ennek folyamata van, de minden a jelen pillanatban, minden a jelen pillanat döntéséből ered, fakad ki. Úgyhogy nem látod, hogy hova visz az út, de kell, hogy bízzál benne, és szerintem nagyon fontos az életben az is, hogyha karambolózol, most maradjunk ennek az allegóriájánál, amit hoztál, vezetés. Már csak azért is, mert a Matthew McConaughey-nek, nem tudom, ismered-e a Traffic Lights, van egy fantasztikus short sztoria, én levettem tőle egy több hetes road trip nevézét, ahol ugyanez az allegória van neki, hogy vannak bizonyos piros lámpák az életünkbe. De kell bízni, hogy zöld lesz, és nem fordulunk vissza, mert piros. Érted? Meg kell, tudnunk kell, hogy ebben a folyamatban hányan megyek. Lehet, hogy ha 20-szal mész, nem 100-zal, akkor sokkal jobban látod az útvonalat. Érted? Ja. Sokkal több emberrel találkozol, meg hogy hova mész. Nagyon fontos, hogy hova megyünk. Mindegy, nagyon elindultam. Igen. Ez a vonat, tudod, a gondolatvonatom. Ja, és ez is megint angolul, amit le kéne fordítanunk, és ezért mondtam, hogy ez egy furcsa podcast lesz, mert mi hunglisul beszélünk, mert már olyan, mi mindig így hunglisul, legalábbis az ilyen olyan régi barátok, akik itt vannak már 30-valahány éve. Nekem 38 lesz jövő héten. Mind hunglis. Ja, ott beszélünk, hogy nagyon finom az a blue cheese. De, és itt van, amit akartam mondani, hogy mert ha azt mondod, hogy kék sajt, az hülyén néz ki, nem is. Nekem már nincs olyan magyar szókincsem, mert nem használom. 18, én is kértem 18 évesen, azok a szavakat használtam, amit 18 évesen használtam. Pontosan. De, szóval itt van, it's not the destination, it's the journey. Szóval pontosan. Ez nem a végcél, nem, hanem soha, az út. Soha, pontosan. Tökéletes példa, én már Trabant? 10, vagy nem tudom, 10, nem tudom hány éve akarok egy Trabantot. Meg tudnám venni? Easily. Yeah. De nem veszem meg, mert így meg vágyok rá, meg mert tudom, mi lesz, ha megveszem. Így, akkor van miért haladnom. De ha megveszem, akkor az lesz, hogy beülök benne. Nem megy. Lemegyek a 17-esen, megy. Mennyivel mehet? 40-nel, vagy 35-tel megy maximum, ami ott 60-nal. Halálfélelem, hazavég, és nem soha többet nem fogom használni. Így meg tudom, hogy akarom. És így hajt előre. Pontosan. Szóval, és ez szerintem az egyik élet lényege. De 86, Tisza. Igen. Tisza, kim vagyunk, és eljött ez a 3 hónapon belüli, megint az a jelen pillanatban most mit tudok tenni ahhoz, hogyha hazamegyünk egy kis dollárt keresni. Nekem szabályszerűen, szerintem nem annyira a dollárkeresés, ami után, amit kerestem, mert 18 éves koromig én windsurföztem, síelni megtanultam, miatt kijöttem úgyhogy életemben nem vettem le. Felmentem a Vosala Gyurékkal, kimentünk, meg a Szilágyi, István, azt hiszem, hogy hívták. Én régi barátaimmal felmentünk a Ljubljanába, akkor még hát a 94 előtti összeomlás a Jugoszláviának. Életemben nem síeltem, viszont nagyon jól jégkorcsolyáztam. Balatonon zúztunk, tudod, az a tipikus Veszprém. Elindul Szalmádiba, és Füreden kötsz ki elfelejtettem már, az a nagy hotel, az a híres hotel. Beülsz egy szaunába, igen. És szóval én gyors korcsolyáztam, én fantasztikusan, úgyhogy de síelni soha nem tudtam, felmentem az Alpok tetejére velük, és lejöttem. Visszatérve, mivel rengeteg mindent csináltam, ez az életkaland, ez hajtott, hogy valamit csináljunk. Nem akarom nézni a gyönyörű házakat, befogtam, fantasztikus ország, itthon éreztem magam, mit tudok még bele tenni ebbe a 2 hónapba, vagy 1 hónap, 2 hónap. És májusban valamikor bementem a Manhattanbe egy magyar utazási irodába. És Molnár Travá? Azt hiszem, ők voltak, igen. Barbara. Igen. És képzeld el, hogy szókincsem, az angol szókincsem akkor 4 szóból állt, I love you, thank. A jó az már igen. Benne van az előzőben, 4 szókincsem volt angolul. És az honnan jött? Az Abbába. Abba lemezekről fordítottam. És képzeld el, hogy ott berohan ez a idősebbnek tűnő ember, fiatalos idős. Én 19 lettem. Ő, szóval idősnek tűnt, de kiderült 40 éves, a professzor Káli Géza. Csernobil akkor robbant ki, április végén. És a 3 éves kisgyerekét akarta pánikszerűen hazahozatni az utazási irodával, és leült mellém, és ez a beszélgetés. Megint az a hova visz az univerzum, mikor, de az én döntésem volt, hogy ott legyek. Oda teszem magam, ahol valami, és most elindulhatunk az élet végéig, beszélgethetünk, biztos hallottál róla, ez a simulation theory, hogy egy determinism van az életben végül, és abszolút azt jelenti, hogy szabad döntésed van, meg free will, és tulajdonképpen minden úgy van alakítva, Matrix. Hogy neked egy Matrixben vagyunk, és neked legyen egy ilyen döntéshozásod, de nem igazán, de tanuljunk, és ilyen karmikus circle-öket fejezzünk be, érted? Nem megyek ebbe bele, mert itt leszünk egy hónapig. Leültem el, és akkor, szia, te ki vagy, én ez vagyok, és babysittert keresek, a várándós volt a felesége, Olga, és mondom, gyerekek, nővér, kiképzett nővér vagyok, meg szülést, meg 18 éven belül, tudod, mi halált láttunk, végig kellett menni minden évben, ilyen 2-3 hetes ilyen gyakorlatokon. És ott helybe felvett babysitternek. Hétfőn kezdtem. És hogy a lánya Magyarországon volt, a 3 éves lány? Kisfia. Egy kisfia. 3 éves kisfia. A nagymamánál nyaralt, vagy tavaszi szünetbe. Értem. Ja. És a lényeg az, hogy ebből ez abszolút itt helyben megváltoztatta az egész a jövőmet, mert 19 évesen 250 dollárt kerestem. Úgyhogy nem beszéltem angolul. Egy héten. És arra azért még összejöttek 1-2 dolog. Most nem akarok ezekbe az anyagi dolgokba, de ez nagy volt. Az hatalmas, ez kurva nagy volt akkor. Ha csak ezt hazaviszem júniusba, 86-ban máshogy lehetett volna az életem. De nem ez történt. Az történt, hogy jogosítvány nélkül vettem egy kocsit, és elkezdtem dolgozni a klinikáján, mint nővér, és elindult az életem, és a Lajossal meghoztuk azt a döntést ketten, hogy ezt nem tudjuk itt hagyni. A Lajossal, a barátommal. És így maradtunk kint júniusban. Úgyhogy én júniustól végül is már ha hazamentem volna, ott már annyi. és 3 hónapig volt, mert az amerikaiak automatikusan 6 hónapos vízumokat pecsételtek be. Uh-huh. Úgyhogy legális voltam, de 6 hónap után nem. Nagyon-nagyon... Ennek az volt a lényege, hogy itt egy milliómos közegbe kerültem, mert amerikai milliómos volt a Géza, és azért ez más, mint a szenvedő emigráns, aki egy lukba él, érted? Windsurföztünk, a család, ahova mentem velük, imádtam a gyerekeket, Orlando, Disney World, Puerto Rico, Las Vegas, Long Islandi nyaralója, jachton, a nagy háza Duxbury-ben milliómos, érted? Hoppácska. Ez volt a közegem, no. Nem egy rossz kezdés, és ott elkezdtem magamat tanítani angolul, és megmondom őszintén, erre mai napig eszméletlenül így nem csak büszke vagyok, hanem mai napig nem tudom, hogy ez hogy a picsába tudtam megcsinálni, hogy nem vettem le egy angol órát életembe. Egy felet se. Autodidakta módon megtanítottam magamat írni, olvasni és beszélni angolul, és úgy, hogy van 2 főiskolai, meg egy egyetemi végzettségem színötös. Szóval ilyen szinten, ja. És 500 oldalas novellákat, klasszikusokat, az orosz, a francia, Gustave Flaubert-től elkezdve, Charles Dickens, Jane Austen, Hemingway, úristen, sorolhatnám, Faulkner, szóval nem csak főiskolán belül, hanem magamtól is nagyon-nagyon kemény, komoly angol novellákat elolvastam. Szóval szókincsem az hatalmas. Nem akarok ismételni magamat, mert most volt, vagy mindegy, ez egy pár hete volt a podcast, és pont ugyanezt mutattam meg. Igen. Az kedvenc könyvem, 1086 oldal, Ayn Rand, Atlas Shrugged. Atlas Shrugged, aha. A Fountainhead-et olvastam tőle. Hát az itt van. Objectivism, abszolút. Ja. Ez meghatározta 25 éve a gondolkodásomat. Uh-huh. És vagy Atlas Shrugged-ot még nem olvastam el, nem volt időm rá, de őt elolvastam, és imádom. 52 óra. Ja. De, majd Orobolon. Na azért mondom, úgy 52 óra. Imádom Ayn Randet. Akkor ha ezt szeretted, akkor ez... Imádom. És mondjak valamit ezzel kapcsolatban, eszméletlenül érdekes az Ayn Rand nek a Fountainheadje. A Bristol Myers Squibb-nél 21-be, mikor nyomták rá az emberek ezre. Ezek associate direktőrök, akik nem akarták, hogy beoltva legyenek, de megvolt az amerikai government mandate, kiadták a parancsot, hogy aki nincs beoltva, ezeknél a nagy pharmaceutical corporationnél, akkor goodbye. Az egyik associate director, vendor alliance vezető, kollégám, akit nagyon szerettem, a vallási, mert le kellett írni, hogy van-e vallási, ezért tudod, alapod erre, hogy nem akarsz beoltatni, vagy egészségügyi, és ő leírt, hogy az ő vallási objectivism. És felhívtam, elkezdtünk beszélgetni, és pont erről ez volt a központban, hogy ő ugyanilyen, mélyen az ő vallása az objectivism. És ő abszolút a döntési joga van ahhoz, hogy ő mit akar a szervezetébe belenyomatni, vagy mit nem. És az Ayn Randről jött ez a párhuzam. Milyen érdekes. És képzeld el, kirúgták. Good. Elengedték, és átment, és valahol igazgató egy másik tüzelyen. Good. And sue them. Ja. Úgyhogy ez ilyen érdekes, hogy... Oké, ez meg... Az az igazság, hogy a YouTube-on ez egy nagyon érzékeny téma, mert nagyon-nagyon ketté van szakadva a társadalom, amiről beszéltünk, és nagyon. Itt és is, meg a világ, globálisan is. Globálisan is, hogyha valaki be van oltva, vagy valaki oltásos, akkor az, hogyha valaki oltás ellenes, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy nem akarom beoltatni magamnak. Fújunk rá, mint a rülyes macskákra. Ja. És vice versa, hogyha pedig, én nem szeretem, hogy be vagyok oltva, akkor pedig te hülye, hogy beoltattad magad. És igazából megint a kettő között van. Ha te úgy érzed, hogy be akarod oltani magad, oltsad. Ja. És de amikor azt mondja, hogy a government és a létet függ azon, igen. Mert nem lesz munkahelyet holnaptól, és nem vesznek fel, és nem mehetsz koncertre, és nem mehetsz utazni. Hát, mi pont a St. Lucia-ba mentünk 21-be, és hát, mind a négy a gyerekeimet nem engedtem beoltatni, mi be voltunk, és megmondom őszintén, ez az út le volt tervezve 2 évvel előtte. Nem mehettünk volna a vakációkra. És akkor, várjál, de akkor itt jönnek a magyar okosság, hogy szereztünk ilyen hamis papírokat, akkor valahol elment az orvoshoz, és akkor nem adta be, de odaért, hogy kinyomta, de nem adta be. Ja. Na, de szerintem ez olyan veszélyes téma, most ilyen ezekről beszélni tudod, mert ettől aztán fölborul. De most azért jönnek már ki, hogy nem a Wuhan üzéból eredt, hanem ez egy szintetikus, ez Kína készítette a laboratóriumba. Egyértelmű. Véletlenül szabadult ki. Vagy nem. Tudom, sose lehet tudni. Szóval... Ezt nem mi fogjuk itt megoldani, mert hiába, figyelj, valakinek mutatod ez a tényt, és akkor is azt mondja, nem, ez nem így van. Ja. Viszont ami ironikus az egészben, hogy ez az egész mRNA technológia, ez a Katalin Karinkóhoz, aki Nobel-díjat kapott emiatt hozzá, a 70-es évektől kutatta ezt. Szóval erre büszke vagyok, őre büszke vagyok. Hogy... Van egy személyes barátom, aki a Modernánál benne volt az egyik vakcinának a csapatába, scientist kutató, nagyon jó fej, na, sok scientist, az egyik másik legjobb barátom, az a Yale Egyetemen neurobiológus volt, agytudós volt. És úgy döntött, hogy a Porta Plátán a dominikai feleségével egy magyar lángos jazz kávézót nyitnak ki. Úgyhogy valaki Dominikába jár, Dominican Republicba, akkor mindenképpen látogassátok meg a Robit, meg a Lourdes-t, imádom. Nagyon. Lementem hozzájuk a 23 januárjában egy 10 napra, és fantasztikus, de ott hagyta például őt teljesen padlóra nyomta az egész Yale egyetemi dolog, és egyszerűen alkot, fantasztikus koponya, de úgy döntött, hogy ő az életet akarja élni tengerparton, és gyönyörű ilyen driftwoodból farag olyan szobrokat, hogy eszméletlen. Ja, imádom a Robit. Ja, nagyon sok ilyen ember van, aki nem mindig a pénz, hanem akkor most csinálják azt, amit igazán szeretnék. Ja. De térjünk vissza. Igen, húzzál vissza mindig arra vonatra. Így ez jó, hogy így elmegyünk így dolgba, hogy 86, akkor most a Tiszánál, akkor... Igen, szóval leérettségiztem, volt egy 2 hetes tiszatúra, a Lajosnak a bátyja az Eltére járt, és 13-an lementünk Szolnoktól Szegedig, szóval azért benne volt ez a vagányság bennem, utána felmentem Pestre. De ez mikor volt? Ez még érettségi alatt, felmentem Pestre, kijöttem, csak úgy visszarakom magam az én gondolatvonatom a menetemre. És igen, kint vagyok, megjött ez a döntés, elkezdtem Tapszferibe, ez a milliómos életizé, itt is tanultam minden este, gyerekkönyvekből építettem fel az angol nyelv vocabulary-met. Utána újságból. Szóval bennem volt az, hogy tudtam, hogy nyelv nélkül, ezt minél hamarabb meg kell tanulni. És volt nagyon sok minden, itt nem tudok részletekbe belemenni, mert itt leszünk egy hónapig, de a lényeg az, hogy én találkoztam egy görög származású férjemmel, úgyhogy belekerültem egy görög származásba, ahol a hoppá, meg a jászú, megtanultam görögül, mert az orosz, amit nekünk kellett tanulni, az a serial betűt, az hasonló a göröghöz. Úgyhogy én írtam, olvastam görögül. És conversationally beszéltem velük. 5,5 évig voltam férnél, nagyon abusive, mindenféle szinten. És tőle származott ez a 26 éves gyerekem, akit elveszítettem 8 éve. Majd erre később visszatérünk gyerekek során. Csak úgy tényleg most ilyen dióhéjba 38 évet be akarok rakni. Meghoztam azt a döntést, hogy elválok, ez nem élet így, ilyen szinten, szóval engem lelkileg, ha valaki tud a földbe verni, és egy elszigetelt, nem szigetelt, elszigetelt, egy elzárt közegben, mint Amerika, hogy 3 évig nem beszéltem magyarul, olyan szinten szigetelt, ez jó szám. Ez egy halálra ítélés, egy léleknek. amilyen én voltam. Úgyhogy elváltam tőle végre, hazamentem, mindent otthagytam, mindent elveszítettem, a gyönyörű otthonomtól elkezdve, és úgy, ahogy 86-ba, egy szakadt farmerba, meg egy fogkefével, úgymond, $100 a zsebembe ugyanúgy, úgy éreztem, hogy ugyanúgy mentem haza Magyarországra. Leültem, édesanyám konyhájába, hol az újság, ó, kell egy állás, itthon leszek, visszarakom magamat, 20 és 25 éves, abszolút lelki, hogy hívják, abusive fél évtizedes élet után. Rendbe rakom magamat, és az újságban ott volt a amerikai nagykövetségen egy Voucher Examiner-t kerestek, a USAID, a US Egyesült Államok Agency, International Agency for International Development. $14 millió csekkeket írtunk alá Közép-Kelet-Európának. Nekem is íratsz egyet. Jó. És 93. A lényeg az, hogy megint az a jelen, most mit tudok csinálni? Azzal, ami van. Most, jelenben nem. Jaj, most egy évig fogok arról beszélni, hogy nekem milyen szörnyű életem volt 5,5 éven át. Érted? Yeah, nem ragadsz, nem. Ez egy olyan dolog, hogy nem szabad leragadni. Szerintem az életnek a titka, a sikernek a titka az, hogy tök mindegy, kirúg fel, tök mindegy, hányszor esel el. Nem azzal foglalkozol, amikor a földön vagy. Nem ezzel foglalkozol, hanem hogy állok fel, és folytatni tovább. Yeah. Abszolút. Mész egy szántóföldön, és belépsz a tehén szarba. Ja. És akkor körbenézed, hogy Jézus, és sok ember arról beszél egy hogy itt van, és nem azt kell nézni, hogy most hol vagyok, hanem oda megyek. Pontosan. És megyek, és ki is megyek belőle egyből. Igen. Ugyanúgy, ahogy az ember. Ja. És én is leragadtam, szóval nekem az, hogy amit most tudok, ez egy összetett, ez olyan, hogy amit Einstein tudott, az a hatalmas nagyok, századok előtte annak a vállán. Tudod, van egy ilyen mondás, hogy legnagyobb emberek mindig nagy, előtte levő nagy embereknek a vállára tornyosulnak. Ez így van. És én is leragadtam a tehénszarnál sokszor, hogy miért, kinek a tehene volt, meg miért, vagy kilökött fel. Már nem. Nem érdekel, hogy kilökött fel, nem arra, hogy miért. Azzal foglalkozok, hogy állok, hogy kelek fel, és ez történt. Elkezdtem azt az állást, és fantasztikus volt az amerikai nagykövetségen. Nem csak diplomaták, meg közlenni, hanem tényleg belelátni. Amerikai fizetést kaptam Budapesten 93-ba. E-mailt használtam. E-mailről még nem is tudott az emberiség. Senki nem tudott. Ez egy amerikai volt, az egész internetnek mi internetet már akkor használtunk, meg e-mailt. Ez nem létezett. És emlékszem még arra az érzésre, hogy micsoda, most ezt elküldöm ezt a valamit a kompjúteremen, és Washingtonba ezt megkapják. Ez 93-ban volt. Közben remélem nem zavar, mert nem zavar egyáltalán. Azt csinálom, hogy én közben keresek, mert pontosan azt mondtad, hogy press on, vagy legalábbis volt egy kód, és ha látod ott ezt a fiatal embert. Igen. Ha valószínűleg nem tudod ki, az a Calvin Coolidge, Amerika, az én személy szerint Amerika legjobb elnöke volt, és neki van egy... Igen, ismerem. Neki van egy... Itt van, azt mondja, hogy a világon semmi sem pótolhatja a kitartást. A tehetség nem, semmi sem gyakori, mint a tehetséges ember, vagy a tehetséges, sikertelen ember. Zsenialitás nem fog, mert a jutalmazott zsenialitás szinte közmondás, és a nevelés nem fog, a világ tele van tanuld csőtömeggel, egyedül a kitartás, és az elszántság mindható. Ja. Nyomulj tovább, szóval press on, a jelszó megoldotta mindig, és megfogja mindig az emberek problémáit. Igen, erről van szó. Ez 18 évesen. Ja. Nem tudom, hogy korcsolyáztam, hogy miből adódik ez. Ez a press on, ez a döntésem, hogy oké, ott hagyom a nővéri pályát 3 hónap után, mert valami ég bennem. Ez a constant ez a longing, majd a life coaching, amit a vállalkozásom, amit most kezdtem el, ez nagyon gyönyörűen ilyen full circle-be ide vissza fog vezetni. Ez a deep longing, meg a még annál mélyebb discontent. Ezt jó lenne magyarul lefordítani, ezt a két szót. A mély vágy, a longing az a vágy, és a discontent az meg az abszolút ilyen... elégedetlenség. Elégedetlenség. Ha ennek a kettőnek a lázában élsz, és ezt tudni fogja minden ember, hogy valami nem stimmel. Milliómos vagyok, de iszok, nincsenek jó kapcsolataim, mindenem megvan a világon, nekem is mindenem megvan anyagilag, és bennem volt egy valami, a vágy. Emlékszem, amikor mondtam, hogy ha tudod a miértedet, tudni fogod. A hogyan, és az számít. Az, hogy az élet, az történik körülöttünk. Az egy állandó stimulus. Érted? Ezeken át lehet ugrani. De ha nincs meg a why, meg a hogyan, hogy miért és hogyan, és ez a abszolút awareness, ez a felébredt lelki hozzáállásod, perspektívád, nem perception, ez is különbség van a kettő közt. Mindenki perceive, I perceive, ez egy szubjektív opinioned. Perspektíva kell. Mi a perspektívád nagyobb dolgokban az életben, hogy mi számít, érted? Ha ez nincs meg, és elesel, akkor nem kelsz fel. Az a vicces, hogy én totálisan értelek, de emberek az teljesen, hogy perspective, szóval valakinek kell valami angol tudás lenni, hogy megértsen minket, de hát ez van. Ja, ez érdekes lenne lefordítani, mert nagyon fontos. Szóval a perspektíva, meg a perception. Ja, perception, Alan. Perceive. Oké, valaki megpofoz, és I perceive, ezt úgy fogadom, hogy ez egy borzalmas dolog. De ha egy nagyobb perspektívába teszed, hogy valaki megpofozott, és elgondolkozol azon, és nem helyes, mert nem vagyok agresszió párti, de érted, szimbolikusan valaki megpofozott. Ha egy perspektívából nézed, hogy miért, és abból nősz, és fejlődsz, az teljesen más. Annak ereje van. Az fejleszt. Ha csak úgy érzed, hogy te egy pofont kaptál, és leragadsz azon, de hát miért, meg ki, meg hogyan, meg hogy merted, meg érted? Kész, le vagy ragadva. Egyet értek el. Abszolút ilyen és ez majdnem minden döntés az életben át lehet erre hozni. És olyan érdekes a Maslow, Abraham Maslow, akit tanultam, kedvencem, a humanista pszichológiai ágat fizette. Neki van az a piramisa, amit a corporate Amerikában is, businessben is tanítanak, tudod, hogy sok ember itt leragad, az a basic needs. És olyan érdekes, hogy ez nem csak a szocioekonomiai alacsony szinten ragadnak le, hogy hát a mindennapi paycheckről élek, hanem milliómosok leragadnak itt. Érted? Akkor hozzáteszed Freudnak az id, hogy beleragadt, az id az a instant, az azonnali gratification, akkor van egy ego, aki romboló. A saját életében személyes, a szociális, a társadalmi. És akkor mész följebb a szociális kapcsolatok. Kivel, hogyan? Nekem nem kell 1200 YouTube follower, nekem kell 5 kurva jó, intelligens, fantasztikus, megbízható barát. Egy olyan család, egy olyan férj, egy olyan társ, érted? És akkor megy így tovább, és ez a self, a legtetején, a self-actualization, amit nagyon kevesen érnek el. Maslow szerint ez a Mother Teresa, meg Jézus szinten, meg Gandhi szinten van, de ezzel nem értek egyet, mert szerintem a self-actualization az benne van mindenkiben, aki tudja a miértjét, a why. Érted? És hogy jutottam ide? Miért? A perspektíva meg a perception. Óriási külön. És a szubjektív. Egy perspektíva az mindig jobban az objektív igazságokhoz, az absolute truthokhoz közeledik, tudod? Igazság. Szeretet. Angolul mondjam? Nyugodtan mondjad angolul. Kindness, faith, bármi, ami objektív, ami a jóság. Tehát a perception, a perceived, az a pofon, az meg szubjektív. Az totál, az a... Érted? Értem, a szubjektív az veszélyes, mert én úgy érzem, hogy a sok olyan ember, például a mi kormányunkban, az szubjektívan az ön magát építő, ilyen mohó, vagy greedy, kabzsi, és úgy alakítanak törvényeket. Már ugye az amerikai kormányról beszélsz, a magyar kormányról? Magyar. Nem, az amerikai. Nem tudok. Itt élek, nem tudok sokat. Én azt sem tudok a magyar politikáról, semmit nem tudok. És akkor emberek itt veszekednek velem. Nem. Nem tudom. Tudom, hogy az Orbán az elnök, Gyurcsány Ferencet tudtam, hogy ő volt az elnök, nem otthon élek, nem ismerem. Gyurcsány Ferenc, meséltem, a bátyámnak volt a főiskolán az egyik legjobb barátja, én személyesen találkoztam vele az almádi nyaralónkba párszor, úgyhogy ennyit. A Jeszenszkit ismerem. Melyiket? A fiát. A fiát? Igen. Zsoltot? Zsoltit ismerem, úgy, hogy hazamentem úszni a gyerekeimmel még valamikor 91-ben mentem haza először, előtte nem tudtam. És összefutottunk, hallott, hogy angolul kiabálok, nem kiabálok, csak hívtam vissza a kisfiamat, és meghallott, elkezdtünk beszélgetni, és mondta, hogy jó, édesapám az amerikai nagykövet, szóval őt ismerem, ilyen szinte, ennyi nekem. Várja. Na akkor most jön a konfliktus. De értetted az angol, hogy ez a szubjektív. Ez nem jó. Ez nem jó, hogyha mindent szubjektívan veszünk. Az ego, meg az a... Na most itt lesz a szubjektív. Igen. A gyerekeid tudnak magyarul? A Dimi fiam, aki 34 lett volna, ő tökéletesen beszélt, amerikai állampolgárnak született, és hazavittem, otthon nyaralt, rengeteget jártunk haza a 90-es években, és ő magyar állampolgár is lett, elintéztem neki, ő nagyon szépen beszélt angolul, vagy magyarul. A Krisztián fiam, aki 30, ő otthon született, mert akkor voltam egy évig otthon, az amerikai nagykövetségen. És ő magyar állampolgár lett, és el kellett, hogy intéznem az amerikai állampolgárságát. Ő is nagyon szépen beszél angolul. A két most már 17 lesz, március 15-én, a Brandon fiam, meg a kis Ella lányom. 13, ők nem. Ők nem. Tudom, látom. Nem jött nekem... össze második menetbe. Majdnem 40 éves korom előtt egy hónappal szültem, egyetemre jártam, Johnson & Johnson-nál, egy total plate, semmi idő nem volt ott, hogy én magyarul tanítsam a gyerekeimet, és ez sajnos, ez így alakul. Így meg kell, hogy értsem. Ja, 4-ből 2, igen, 2 nem, az 50-50, az nem egy rossz menet. Nekem ez mindig itt a veszőparipám, hogy a gyerekeket magyarul, de hát nem. És annak ellenére, hogy a két fiam beszélt, nem voltak hajlandóak velem beszélni. Szóval nem volt meg az a közeg. Van egy magyar, nagyon sok magyar házas párbarátom van, akinek az itt született amerikai magyar gyerekük. Bár beszél, mindent megért, abszolút. 2 percen belül átváltanak angolra. De tudnak. De tudnak, igen. Nekem, ha a gyerekem, aki most Norvégiában van, akkor is mindig magyarul beszélünk. Igen. Én mondjuk valamikor sokkal gyorsabb angolul, de akkor is ő magyarul fog válaszolni, a Lucával is. De neked ott volt az előny, Péter, hogy a feleséged magyar. Óriási előny. Igen, és főleg. Óriási előny. Tudom. Én egyedül küzdöttem azzal, és a férjem most kínai, ő 3 nyelven beszél, tagálló, mert Fülöp-szigeti származású kínai, és angolul nyilvánvalóan, meg a kínai, azt a 4000 éves ősi kínai, van a Hokkien, meg a Fukkien, egyik a kettőből, az beszéli, amit Tajvanban beszélnek, a tajvani, a szingapúri, meg a Fülöp-szigeteki kínai. Na akkor... És az anyosom viszont mandarinul is, és a fiam, ez nagyon érdekes, a fiam most a gimibe, már conversational kínait tanul. Érdekli. Jobban beszél mandarinul, mint az apja, aki kínai. Voltam Bostonban, és beszélgettem egy fiatalemberrel, akinek ugyanígy tajvani a felesége, a gyerekek angolul, kínaiul és magyarul beszélnek. Igen. Az meg három nyelven is, és mellette meg hegedülnek is. A férjem, ez nagyon érdekes sztori, a férjemnek a testvére, a sógorom, magyar nőt vett el, feleségül. A kisfiúk magyarul beszél, angolul beszél, és kínai iskolába járatják, úgyhogy mandarinul. Háromnyelves trilingual. Minél több nyelvet beszél, annál jobb. De térjünk vissza, mert mi mindig, hol vagyunk. Most vagyunk a Magyar Követségen, és akkor valamikor vissza fogsz költözni. Igen, és én akkor megszültem a Krisztiánt otthon Veszprémben. Aki még mindig az első férje. Nem. Akarsz még egy sztorit? Nem. Elváltam a férjemtől, és édesapám 92-ben diagnosztizálták egy olyan tüdőrákkal, hogy 7 hónapot adtak neki, és diagnosztizálástól 7 hónapra meghalt. És hazamentem otthoni. Ez egy nagyon érdekes sztori egyébként. Egyszer kell, hogy írjak egy könyvet, mert ez tényleg egy ilyen hihetetlen, hogy mi történt az életemben. Egy otthoni, gyerekkori baráti körön bemutatott egy amerikai Bobinak. Okay? Nem a Dallasból. Nem. Amerikai Bobby, ennyi. És tökéletesen beszélt, amikor megismertem, amikor otthon voltam, édesapámat 92. augusztusában meglátogattam, és tökéletesen beszélt magyarul. És nem beszéltem vele angolul emiatt. Magyarországon vagyok, tetszett mindenki. Baráti köröm 3 éve együtt focizik vele, ismerik. Képzeld el, kiderült. Na, ő az a fertelmes, abusive 20-tól 25 és fél évig egy nőnek a legszebb, legfiatalságodat volt nekem elrabolva. Ez a görög férjem általi bántalmazások, meg elszigeteltség Amerikába közt, és 22 évesen anya voltam. Ebből kiszabadulván egy azonnali szerelem. Annyira, ez természetes volt, ez a szabadságnak, ez az energia fújítása, jóképű, abszolút fantasztikus, intelligens, a orvosi egyetemre járt, a gyógyszer szakon. És képzeld el, megtudtam, mikor hazamentem, nagy szerelem, édesapám meghalt januárban, és ebből lett egy nagyon véletlen terhesség. Ez a 30 éves fiam. Várjál. Lehet, hogy te vagy benne ebbe az orvosi dologba, de én azt nem értem, hogyha... Szerintem a gyerek nem úgy születik, hogy valaki meghal. Szóval ezt magyarázza, hogy... Nem, semmi köze hozzá. Ahhoz van köze, hogy hazajöttem édesapám temetésére, és így lettem véletlenül terhes. Hogy lesz valaki véletlenül terhes? Nem tudom. Valakinek 5 éves gumi van a zsebébe, és kiszáradt. Nem tudom. Mai napig nem tudom. De mivel már volt egy gyerekem, és nagyon nagy volt a szerelem, meghoztuk ketten azt a döntést. Megtartjuk. Így mentem haza, már terhesen, elválva. Így kezdtem az amerikai nagykövetségi állást, és megszültem. A lakásom volt Budapesten, és képzeld el, mivel már otthon voltam, így jöttek a kérdések, te miért nem beszélsz soha angolul, ha amerikai vagy? Megmutatott egy identity, egy kártyát, hogy ja, hát igazából ő nem merte azt megmondani, de ő Alberto Sanchez Paulo. És megmutatott egy Sears kártyát nekem, hogy ő tulajdonképpen brazil származású, és stb. Nem passzolt valami, mert elkértem az útlevelét. Terhes vagyok tőle. Érted ezt? Nem volt lehetőségem nagyon megismerni, mert augusztusban találkoztunk, minden annyira hamar, mint a szerelemnél gyorsan forog, és annyira furcsa volt a dolog. Most mindjárt mondom a nagyon-nagyon kattanó, eszméletlen, ilyen epiphany-szerű, ostorcsattanó végét a sztorinak. 2 héttel, én lementem szülési szabadságra, ott hagytam a nagykövetséget, 2 héttel a szülés előtt nem jelent meg Veszprémben, ahogy mondta. Megszültem a gyerekemet, egyetlen telefonszám volt, egy barátja valahogyan, akit fel tudtam hívni, és mondta, hogy ja, hát ő nagyon sajnálja, de hát a Bobby visszament Jemenbe. Itt a epiphany. Ez egy jemeni, orvosi szakon lévő ember volt, aki hazudott a magyar baráti körének, hogy ő amerikai, hogy miért, hogy ártatlan volt ez, vagy nem. De azt ne felejtsd, hogy 90 éves, mi folyt itt az első merénylet a World Trade Center előtt, vagy ellen, 90-es évek folyamán, 92-93-ban volt, így van? 92-ben. Tudod, hogy Jemenben mi folyik most? Okay. Tudod, hogy Al-Qaeda, minden össze, tudod. És van egy ilyen ember, lehet, hogy kém volt, nem tudom, ki volt, mai napig nem tudom, ki volt. Engem a jemeni nagykövet Szánába könyörgött a telefonon, mert megkaptam a pecsétet, akartam utána menni Jemenbe, képzeld el, az újszülött fiammal. Könyörgött, hogyha asszonyom, ha maga jön, és nem akarja a családját látni, az egy felnőtt döntés, de a gyerekét ne hozza. Soha. Így beszélt le. Mai napig megvan az útlevelem, a magyar útlevelem, a jemeni vízummal. Szóval ez egy kis ilyen jó bebaszás volt, és egy humanitarian parole-t kellett, hogy kérjek 93-ba a Krisztiánnak, hogy visszahozassam az Egyesült Államokba, mert én visszajöttem, vissza kellett, hogy jöjjek, mert 11 év után, vagy 11 hónap után a zöld kártyámat elveszítettem volna. És nem érdekelt, hogy állampolgár legyek, el akartam válni, utána 98-ba kaptam meg az állampolgárságot. Akkor te is vártam vele egy ideig. Vártam, de nem megkaphattam volna. Persze, de mivel elváltam, még hozzáraktak 5 évet, leszartam. Ugyanolyan joga van egy zöldkártyás embernek, csak nem szavazhatunk az elnökre, amit nem csináltam meg életemben addig. Több éven át. Igen. Ja. Szóval a lényeg az, hogy ebből képzel visszajönni. Megint az a amikor valaki lerúg. Itt nem lerúgtak, már a második férfi rúgott le a porba, hanem betemetett lelkileg. És visszajöttem a semmivel, és újra kezdtem az életemet. Elválva most már 2 gyerekkel, a Krisztiánt 1 éves korában végre sikerült kihozni az USA-ba, megkapta a zöld kártyát, elintéztem neki az állampolgárságot, és így neveltem tovább, most már 26-27-28 vagyok, elmentem babysittelni egy családnak, annak ellenére, hogy a Chase Manhattan Banknál dolgoztam még a házasság alatt, hogy az amerikai Egyesült Államokban a finance, a Regional Financial Centernek dolgoztam, a nagykövetségen. Azért volt már komoly hátterem, nővéri képzettségem volt, és elmentem babysittelni 3 évig, és 30 évesen kezdtem el a főiskolát. Hogy oké, ez érdekel, megnézem, milyen kapacitásom van rá, tudtam, hogy milyen kapacitásom van, mert tudja valaki, hogy mire képes, és színötösse szépen egy megállíthatatlan folyamat, így kezdődött, elvégeztem a University of Connecticut-en a főiskolát, magna cum laude-val, és 40 évesen hozzávágtam ezt az MBA-t, már a 4. gyerekemet szülve, 43 évesen. Mi marad ebből ki? Nagyon fontos. 2000-ben, 23 éve találkoztam akkor már, ebből a babysitter állásból volt egy fantasztikus kapcsolata a családfőnek, egy partnerjával, aki benne volt commercial real estate-be, és így bekerültem akkor 98-ba deregulating Singapore Telecom. Ez egy hatalmas monopoli volt, és az USA-ba akartak egy térerőt, egy subsidiary-t előállítani. És ott elkezdtem dolgozni, és ott találkoztam a férjemmel a 98-ban, a mostani férjemmel, 23 éve, vagyunk együtt, 18 éves házasság, és ez egy eszméletlen mérvadó része az életemnek. Innen van a 2 gyönyörű gyerek, akit mondom majdnem 40 évesen, 43 évesen szültem, és mit tegyek ebben még bele? Az igazi, ami számít. Majdnem 43 országba utaztam a világon, egy országba többször is. Meséltem meg a Facebook most vágott le 18 éves no. A Facebook accountomat, mintha nem létezett volna, leszarom, újraépítem, semmi gond. De ez lenne a dióhéj. Mit mondanak egy ember temetésén? Ki volt, mi volt, hogy volt? Nekem az a fontos, hogy egy bátor, egy eszmetlen bátor ember vagyok, és ja, és most ez a longing, meg discontentből, amit már lefordítottunk, ebből én nagyon karrierem sikeres, minden fantasztikus. A fiam halála 8 éve elindította ez a discontent, meg a longing, ami mindig bennem volt, de ez így szétrobbantott spirituálisan, meg lelkileg, és összetett egybe. És innen van ez a life coaching vállalkozásom most, amit most kezdtem el, és mindent beleadok, ami létezik. Amit 25-8 éve olvasok, attól elkezdve minden. Oké. Ennyi. Te akar, mert ez megint egy olyan érzékeny téma, és beszéltünk, hogy nem biztos, hogy túl mélyen akarunk belemenni, mert a legrosszabb dolog történhet egy szülővel, hogy elveszi a gyerekét. Igen. És nem tudom, hogy te ebbe mennyire akarsz belemenni, hogy egy 26 éves gyereket elveszteni. Egy gyönyörű gyereket, egy gyönyörű lelket, ja. Mennyire? Bele tudok menni, mert én már eleve segítettem a más lelkeken, embereken, anyákon, akik ezen átmentek. Ez egy tragédia. Ez egy emberi tragédiának a teteje. Minden loss, minden veszítés egy tragédia. Szóval valaki az állásának az elveszítését nem éli túl, és hogy hívják ezt a downward spiral, ja, de magyarul lecsiga menetelezik, vagy ja. Nem tudom. Csináljunk egy-két új magyar szót. Ja, csiga menet. Lezuhan. Lezuhan. Vagy... Nem tudja magát soha. Ilyen dolgok túlélhetetlenek egy léleknek. És én nem, hogy túléltem, egy abszolút, mondom, egy ilyen paradigm shift, olyan jellegű paradigm shift, hogy tudod, van ez az a AA, ez a fogadd el, ami elfogadhatatlan, vagy ne fogadd el, ami megváltoztathatatlan, változtass azon, amin tudsz, és tudd a különbséget a kettő közt. Ezt ismered, ez a... Nem voltam soha AA meetingen, soha. Alcohol Anonymous, yeah. ez a híres mondásuk. Ez a accept what you... Mondjam angolul? Nyugodtan mondhatod, ezt majd valaki lefordítja. Most mondtam magyarul. Igen, gyönyörűen. Akkor már igen. Lényeg az, hogy fogadd el, amin nem tudsz változtatni. Meghalt a fiam, nem tudok változtatni. Azt, hogy elfogadod, sose fogom elfogadni. De van ennek egy alap, egy külön élete. Minden fogalomnak, hogy fogadd el, van egy külön élete, hogy milyen szinten fogadod el. Úgy fogadod el, hogy némulsz alkohollal, meg elzárod magad a társaságtól, és szenvedsz belül, és így fogadod el. Érted? És kifele mosolygsz, belül megölöd magad. Vagy kifele mosolyogsz, belül meg igazából elfogadod. Érted? És megint ez a bukkanók, amiről beszéltünk, hogy az élet az élet. Fenn van a falamon, a Mother Teresa-nak van egy fantasztikus mondata. Ki van rakva, majdnem minden nap megnézem. Az élet az élet. Életbe halál beletartozik, betegség beletartozik. Nem azt mondom, hogy érted? Fájdalom beletartozik, legnagyobb költészetek, versek, a humanitás, a humanity-nek a legnagyobb produkciói fájdalomból születnek. Milyen szinten fogadod el? És a változtasd amin tudsz. Tudsz változtatni azon, hogy fogadod el. Én nekem a fiammal van egy kapcsolatom az elmúlt 8 évben. És egyre jobban I'm tuning into a signal, amik az univerzumból jönnek. Most ehhez kell, hogy tudjál, meg higgyél, meg benne legyél a velejébe, hogy spiritual beingek vagyunk, egy emberi létezésbe, egy emberi életbe. We are a spiritual being having the human experience, ez szó szerint. Ezt meséltem neked, azért választottam a Brave Thinking Institute-ot, mert ez volt az első, ez a szíve bele centrum koncepciójuk. Hogy én olyan ember vagyok, aki először egy lélek megy át az emberi tapasztalatokon. Sok ember úgy él, hogy ember vagyok, és van egy-két spiritual lelki tapasztalatom. Óriási a különbség. Érted? Óriási. Összehasonlítatatlan, nem apples, meg oranges, alma, meg narancs, hanem rohadt apple, érted? Meg narancsfa. Ugye nem tudom, érted? Ja, értem, ezeket így nehéz így lefordítani. És így tudom ezt túltenni, hogy nagyon fáj. Én nem tudtam zenét hallgatni. Sírtam minden nap, többször is, 5 hónapig, minden nap. És mondom, hogy ez nem lehet így. Nem tud, az volt az első kérdésem, hogy ezt hogy élem túl? Hogy élem ezt túl? És odajött hozzám egy kis nővér, fiatal nővér, megölelt. Azt meséltem neked, hogy halva találták, egy baleset volt, fájdalomcsillapítókat szedett, barátjával kimentek, buliztak, ittak, amit 20, teljesen normális, 26 éves viselkedés, és álmában megfulladta a saját hányásán. Újraélesztették, és 5 napig volt lélegeztetőgépen, és el kellett, hogy engedjük. Szóval nekem, anyának még végighallgatni minden neurológussal, minden orvossal 5 napon át, fél tucatszor, hogy ez, hogy a veséje már meghalt, hogy a bérrendszere meghalt, hogy az agya szürke, és soha nem lesz. Ő meghalt, és meghozni azt a döntést, hogy elengedem, ez kemény. Ez nem egy, hogy jön a telefon. Érted? Fú! Ilyenkor jön az a légzés gyakorlat, az visszarakni a szimpatikus idegrendszert a paraszimpatikusra, mély lélegzettel. Ha érdekel, elmondom, de adj egy percet. Oké, ez jó volt. Visszatérve, elengedtük, ott volt, megengedtem, képzeld el, megint ez a spiritualitáson, megengedtem, hogy a férjemen kívül ott legyen az első szerelme a gyerekkori barátjával, akik együtt voltak, a legjobb barátnője, a legjobb 2 barátnője. Ilyen kis, nem barátnője, volt egy leszbien legjobb barátnője Jerseybe a fiamnak. És ott voltunk, és együtt engedtük el. Szóval nagyon szépen ment el, és mondom, ami megrettent, hogy fogom ezt túlélni. Ez az első gondolat a fejedben. Tudod, minden gondolatba kezdődik. Minden. Hogy fogom ezt túlélni? Ez a rossz kérdés volt. Nem volt rossz kérdés a körülményekhez képest. Nem volt rossz tulajdonképpen, mert az nagyon velős, és az nagyon igaz, hogy ezt túl kell élni. Ezt szabályszerűen túl kell élni. Ennek olyan ereje van, ennek a fájdalomnak. És kijött ez a kis nővér, amit elkezdtem mondani. Fiatal, pirosposgás, gyönyörűen 35 éves kis nővér, és megölelt. És mondta, hogy egyből az a nyugtató szó, hogy tudom, mit érzel. És ránézek, mondom, nagyon jól kiképzik ezek a nővéreket, de nem mond nekem, hogy tudod, mert nem vezet. Így gondolkodom magamba. És a fülem besúgta, hogy 1 éve a 7 éves gyerekem egy ilyen kis csúi műanyag, amivel aludt, annak leharapta a végét, és megfulladt az álmába. Szóval itt van egy anya, aki azt választotta 1 évvel azután, hogy a 7 éves gyereke tragikusan meghalt, hogy elmenjen dolgozni egy olyan helyre, ahol ő másokat tud megmenteni. Ezen át segíteni, támogatni. így kezdődött. Várjál, ez fokozódik. A Johnson & Johnsonnál voltam, és visszamentem a dolgozni 2 héten belül. Ez is egy választás volt. Mert tudtam annyit, hogy ha az agyamat lefoglalom, akkor át tudom ezt az eszméletlen borzalmas fájdalmat. Legalább egy darabig fel tudok jönni levegőért, és át tudom élni. Visszamegyek, és a főnököm, az akkori főnököm 34 éve volt a Johnson & Johnsonnál, egy fekete nő San Diego-ból, imádtam. Janet Baker, imádom. Akkor, kezdve 2 éve dolgoztunk együtt, és akkor velem megosztotta, hogy a 17 éves lányát, amit megtudsz, amikor kinyílik a szíved, meg másoknak feléd. A 17 éves lányát, a 12 éves lányát találta halva egy ilyen aritmia, szívbetegség genetikai, amit nem kaptak el életükbe. Azt annak az áldozata lett. Nem ivott, nem, egy gyönyörű 17 éves tínédzser nem ébredt fel soha. És ez volt 15 éve neki. Soha nem szólt róla, soha nem osztotta meg velem addig a napig. És ott van a munkahelyi közegemben 2 hét a gyerekem, amit Veszprémbe töltöttem, azt a 2 hetet, amúgy barangáltam, tudod, ez egész egy fag, egy sötétség, egy szürkeség. És ott van 2 angyal, megjelenik. Azonnal, meg egy napra rá. És jöttek ezek az eszméletlen ilyen sorozatai ezeknek a dolgoknak. Nem akarok mélyen belemenni, de fiam megjelent sok mindennel. Nekem elmentem egyszer 2 hónapra rá a kisfiammal egy garázsszélre, és nem tudtam miért, nem akarok, millió más dolgom van, és nyomott egy ilyen erő oda, pont arra. Már pénteken kinéztem. Soha életemben nem néztem ki az interneten egy garázsszélt, hogy szőnyeget vegyek. És nyomott, nem megyek, de beülsz a kocsitba és mész. És képzeld el, ott volt egy kis $5 pocketbook, azt megnéztem, gyerekek, kis Brennannek 90 éves volt akkor, játékokat néztem. És megvettem azt a kis táskát, hazavittem, és kinyitottam az oldal zsebét, de mintha tudtam volna, mintha ez valamilyen energia, így nekem megmondta volna, hogy pontosan ezt fogod csinálni, mintha irányítva lettem volna, nem hülyéskedek, és kihúzok egy most nincs rajtam, 7 évig hordtam, de meg kell csinálni, mert egyszer leesett a szaunába a lábamról, egy arany anklet, lánc, 4 szívvel. Na most ezt össze lehet magyarázni, csak én tudom ennek az eszméletlen értékét, mert én éreztem az energiát. Ugyanez volt velem, mikor édesapám meghalt, és nem tudtam róla. De abban a percben, amikor meghalt, amit órákkal később tudtam volna Magyarországon, abban a percben én ütöttem, vertem a kocsimnak a kormányát, mert egy energia, valamilyen erő, az ő lelke elköszönt tőlem, így átsuhant rajtam, és én csak a fájdalmat éreztem. De abszolút az apámmal voltam együtt, és abszolút sirattam azt az apámat, akit nem tudtam, hogy meghalt. Annyit tudtam, hogy megyek haza, mert egy hete van hátra. De az, hogy valaki percre pontosan átmenjen ezen az érzésen, 26 évesen ilyen tapasztalataim voltak. És itt van ez nem az, hogy oké, neked 4 gyereked van, mindig 4 szív, nem az aranylánc, nem, az érzelem, amivel engem odavitt ez az erő, érted, ez az energia. Ahogy amit megvettem, azt felakaszthattam volna, és lehet, hogy 6 hónap múlva nyitom ki, vagy soha, hogy pontosan tudtam, hogy kinyitom, ott volt egy kis szemüvegpáucs, és abba volt benne az anklet, valaki, aki volt, az ott hagyta. Képzeld el. És az az érzés, hogy megköszöntem a fiamnak. Képzeld el. Sok ilyen volt. Kommunikáció. Abszolút kommunikáció. És elkezdtem úgy élni, hogy élem túl, elkezdtem úgy élni az életemet, hogy abszolút mindenütt ott van. Ő otthon van. Követem ezeket a podcasteket, kicsit mélyebben belementem, biztos hallottál, ez a Near Death Experience. Az NDE. Nem hallott, mert magáról a... Igen, szóval rengeteg ember meghal, és átmennek az éteren egy... Igen, és olyan experience, olyan tapasztalataik vannak, ami el tudják mondani, és nagyon hasonló. A fény, az alagút, a szeretet, az a emberi szavakkal nem kifejezhető béke, a megszűnés, hogy milyen pitjáner a földi lét, érted? Szóval valami van. És elfogadom azt, hogy ő jó helyen van, elfogadom azt, hogy hálás vagyok azért, hogy engem választott, mint lélek, és volt 26 éven vele, és nem azon rágódok, hogy meghalt. Az mindig fájni fog. Azzal együtt kell élni. Azt is elfogadtam, hogy én életem végéig síratni fogom a fiamat. Vannak olyan pillanatok, hogy ott van a kép előttem, amikor dolgozok, felnézek, és sokszor csak egy jó mosoly, sokszor ilyen 11-11, tudod, ilyen kattannak fel napi szinten a telefonomon, de úgyhogy elmegyek, kávéért, visszajövök, egy meetinget leizélok, és ránézek a telefonomra akkor, mikor 11-11-11. Vagy 1-11. Ilyen kis ilyen kis... Jelek. Rengeteg jel. Rengeteg jel. És mondom, egy hónapig tudnék erről beszélni, de a lényeg az, hogy fogadd el, amin nem tudsz változtatni, változtass, amin tudsz. Ezen változtatok napi szinten. És ami még hozzáadó... Ja, és tudd a különbséget a kettő között, nagyon fontos. És ami még ehhez a traumához hozzájárult, az a Péter, amit említettem korábban, hogy édesanyámat rohammentővel, a fiam meghalt februárban, 16-ban, édesanyámat rohammentővel bevitték a kórházba tüdőembóliával, és egyből hazarepültem. Vele voltam 2 hétig, épült fel, utána a napokon belül, hogy visszajöttem, visszaomlott, és úgy mentem haza már rá pár hétre a december elején, hogy ameddig itt van, mellette leszek, 11 utolsó napját töltöttem édesanyámmal, és édesanyám is a karjaimba halt meg 10 hónapra azután, hogy a fiam. Szóval ez egy komoly trauma volt. A 17 éves kutyám a fiam után egy hónappal, márciusban. Úgyhogy az első karácsonyom, hogy nekem mosolyognom kell a 5 és 9 éves kisgyerekemnek, hogy ne rontsam el a karácsonyukat. Ez az a nagyon mély, megint lelki awareness, mindfulness, hogy így is lehet élni. Így is lehet átmenni az életen. Első karácsony az a 26 éves fiam nélkül volt, 49 voltam akkor, úgyhogy 49 évig szeretett, együtt töltött minden karácsony 40 édesanyám nélkül, és azért 17 év egy kutyával valaki kikattan Amerikába a kutyája halála után, és hónapokig padló alatt vannak. Így van, ezt tudjuk. Igen. Mert itt egy kutyának, állatainknak más a kapcsolatunk velük. Ja, gyerekként, meg igazi barátként, meg társként kezeljük őket, családtagként kezeljük őket. És én ezen mentem át 16 karácsonyán. És végig mosolyogtam, zokogtam az asztal alatt, meg a töltött káposzta folytak a könnyeim, és letöröltem, felkeltem, és visszamentem, és mosolyogtam. Deep. Kemény. Ja. Nagyon. De azon gondolkodom, hogy mekkora trauma ez, de... Móka kávé, most már valami mókázunk is. Ja. De ez nem azért móka, mert móka, tudom, hanem hogy magyarok, mint igen, hogy te vagy, és óriási kalandjai, mert hát az van. Ez elég óriási. De neked a többi gyerekeidnek kellett, hogy ott legyen, mert valaki, aki ott van melletted, Dimitri. Ott van már, vagy ott lesz veled mindig. Mindig ott van. De akik itt vannak lent a földön, azokat nem szabad elhanyagolni, mert pontosan, erről van szó. Az élőnek kell. Tudd, hogy mind tudsz változtatni. És most nagyon remélem, ezt nem fogja látni, vagy legalábbis nem tudja, hogy róla beszélek. Volt nekem egy ismerősöm, volt 2 gyerekük. Az egyik, a nagyobbik meghalt, szívroham, teljesen váratlanul. Ja. És azt siratják évek óta úgy, hogy a másik gyerek, akkor most gondold el, aki itt van, akkor ja. Azzal mit érted, ja. Az meg hogy, akkor én senki nem vagyok. Ugyanez, és megint lehet, hogy én máshogy gondolkoztam már akkor, és lehet, hogy pont azért, amin átmentem olyan fiatalon, én abszolút, ez volt nekem az első, a mérvadó dolog, hogy én ebből a tragédiából nekem abszolút nem sok jogom van úgy reagálni, ahogy akarok, de én tudatosan nem fogok egy nagyobb tragédiát csinálni. Ez a tragédia, ez egy tragédia. Ez tudod, az a megint ilyen objectivizm. Uh-huh. De az igazi tragédia az lesz, hogyha nekem a gyerekeim, az 5 és 9 éves gyerekem akkor, meg a 21 éves a másik fiam, úgy nőnek fel. Érted? Őket olyan szinten érinti. Hogy ilyen, ez a vicious circle, ez az ördögi kör folytatódik. Érted? Ugyanez van az alkoholizmussal, a generációk, a traumát, cellular, tudod, sejti szinten visszük. Most már kikutatták ezeket a dolgokat, sejti szinten át van adva, nem tudom, hány generáción átjön át a trauma. Ja, ez... Ezek komoly, nagyon komoly dolgok. És szabályszerűen tudatos a választásom volt, hogy nem így fogjuk csinálni. És nem. Most egy nagyon sok mindent átugorva, itt jön be a life coaching, hogy ugyanúgy, ahogy a nővér igen. Neked segített, igen. Hogy itt van, és te is ugyanúgy most tudsz segíteni más igen. Embereken, hogy figyelj. És ez egy és egy párhuzamosan így nekem nem a fiam halála brok nyitott ki, tört össze és nyitott ki, és tett össze. Nekem az életutam ilyen egy izéhoz, tudom, amikor egy intersectionhez érsz, és akkor oké, most eddig eljöttem, itt vagyok, és hogyan tovább, merre tovább. És én a Deepak Chopra, a body-mind kapcsolat, ezeket az Edgar Tolle, a Wayne Dyer, ezt sorolhatnám, Tony Robbins, ezeket én 20-valány éve követem, és olvasom. Komoly, érted? Nekem ez bennem volt. És látod, itt van az, hogy ez van az, amikor megvan az a kapcsolat köztünk is, hogy amikor én ide kijöttem 19 évesen, egy kis 19 éves hülye gyerek, és elkezdtem az ilyeneket, hogy az ilyen a pozitív gondolkodás, yeah. Wayne Dyer yeah. A Tony Robbins, akkor a How to Influence and Influence People, Magic of Thinking Big, csomó ilyen. Hát, Napoleon Hill. Itt van egy csomó könyv. Nightingale. Yeah. És olyan, nagyon sok ilyen előadásra jártam, hogy, és ez volt az a pozitív, és nekem is volt egy törés az életemben, mindegy, erről most nem is akarunk beszélni, mert nem erről van szó, hogy nekem is föl kell állni, oké, let's move on. Ez az, hogy mindenkinek van. Tudod, oké. Gondolkodtál te már podcasten? Igen. Let's do it! Én egy, tudod, vannak ilyen, van egy personality, ami 7 éves korban kialakul. Abszolút. Ezt minden legnagyobb pszichológusok is aláírják. És van egy ilyen professional van a DISC, amit Corporate Amerikában csinálunk, hogy mi a personality a munkahelyeden. Én egy influencer vagyok. Total influencer. Mm-hmm. Total influencer. Most ennek elég rossz neve van. És kataliszt vagyok. Mm-hmm. Gondolkodó kataliszt. Én vagyok az, aki baráti körömbe igenis sok ember tudja, hogy mit akar, de azt nem tudja, hogy mit nem akar. Én kijöttem 26 évesen egy olyan házasságba, hogy pontosan tudtam, hogy mit nem akarok. Azért van egy olyan fantasztikus férjem az elmúlt 23 éve. Képzel, ha csak azt mondom, hogy ja, hát mit nem akarok, nem akarom, hogy bántalmazzak, nem akarom, hogy hazudjanak, hogy megcsaljanak, hogy üssenek, verjenek, nem akarom. De mit akarok? Sok emberek milliói nem tudják megmondani, hogy mit akarnak. Megkérdezed, hogy mit akarsz, és nem tudom. Bele vannak ragadva, kondicionál, society, mindenbe, és nem is tudnak, érted? Mit akarsz? Még ha akar is dreaming, még akkor se tudja, hogy induljon el. Itt erről van szó, hogy tök mindegy, Mount Everest is meg lehet mászni egy lépéssel. Mm-hmm. Azt tudod, hogy ezek a nagyon nagy, majdnem legnagyobb sportolóknak, elnököknek van life coach. Tehát Tony Robbins erről híres. Ja. Vicces, mert hogy van itt helyére raksz dolgokat. Van nekem egy ismerősöm, ez vicces, hogy ő volt a Tony Robbinsnak az egyik personal assistantje. Pont reggel beszéltem vele. De amikor mondtam, nekem is volt egy törés az életemben, lehet, hogy ez egy finance, vagy egy anyagi törés volt, vagy valami, azért, mert nem figyeltem oda. Előfordul. És utána az egész így le. És most van az, hogy látod, hogy én, amint mondta, hogy tudom, mit akarok. És azért tettem ki, mostanában itt van, tessék, jó, van. Egy, kettő, három, azért, hogy mindig előttem legyen, hogy oké, ezt akarom, ezt akarom, ezt akarom, ezt akarom, hogy menjek a célok elé, és lehet, hogy ez éppen egy anyagi dolog, vagy egy materialista dolog, de mész az elé, és ha eléred... Ja, nem, általában párosodik. Igen. Általában és párosodik, de biztos vagyok benne, nem annak tűnsz nekem, hogy ez élne téged, motiválna. És volt egy podcastünk, nem is tudom hány éve, és ott mondtuk, hogy azt beszéltek az Attilával, hogy miért nincs nekem egy Rolexem. És azt mondtam neki, hogy figyelj, azért nincsen Rolex, mert még nem értem el azt a szintet, ahogy megérdemeljem. Mert Rolexet venni nagyon egyszerű. Persze. Fél. Már 10, érted, $10,000 de már 6,000-ért is kapsz. De let's see, 10,000-ért már kapsz egy Rolexet, de nekem vannak önismerősök, akik tudod, ugyanígy egy szar apartmanban élnek, szar kocsit vezetnek, és ott a Rolexek kezdjük, hogy nézni. Az a felszínes, az egy, megmondom őszintén, ilyen identity. Igen. Ez a tipikus régi ez egy hazugság. Ez egy álhazugság olyan szinten. Nem akarok judgmental lenni, mert az vegyen Rolexet, aki akar. Érted? Nem erről van szó, de olyan szemszögből ez egy álság, hogy pontosan azt viszed tovább, hogy én jobb vagyok azért, mert Rolex van rajtam. Érted? Ez a jellegű... Ilyen, ez egy identity crisis. Ja. Nem csak attól vagy jobb, hogy Rolex van rajtad, attól vagy jobb, hogy milyen ember vagy, érted, milyen minőségű, mi minősít belülről, milyen a karaktered. Igen. És az nem a Rolex-től jön ki. Ha van is, az azért van, hogy én magamnak lássam, hogy oké, ez nem azt mutatja meg, hogy mennyi idő van, hanem az, hogy mit értem el. Ja. Pontosan. De nem azért akarom mutatni, nézzétek, milyen király vagyok. Tudod, Magyarországon ott vannak, hogy nyaklánc, meg így, meg úgy. Én soha nem vagyok ez. Ja, itt is. És jó, ez olyan érdekes, mert tudod, minden nemzetnek megvan nálunk, ott van az R&B, meg rapper, ekkor, emlékszel 80-as években, ekkor aranyóra, ez a popular culture-rel. Ja. A popkultúrában jön. Ha jól megnézed a nagy koponyákat, akik Nobel-díjas regényeket írnak. Meg hatalmas színészek és milliárdosok, és ilyen szakadt farmerbe, meg pulóverbe. Ott ülnek a tengerparton, és a hullámokat hallgatják. Nem kell, hogy kiöltözzenek. Érdekes, nem? Nézd meg a Zuckerberg, vagy hogy mondják magyarul. Nézd nem tudok ilyenbe. Nekem levágta a 18 éves Facebook oldalamat, most nagyon nem azért volt szimpatikus, mert fehér pulikutyája van, mondom, oké, jó fej. Mondjuk megvan a saját véleményem róla, hogy a Facebook miből alakult, hogyan, de amit művelnek ott a Meta, és nagyon oda kell figyelni erre, mert... Igen, no, most ez... Ja, ez szóval, egy másik téma. Szóval nézd meg ő... Vagy nézd meg Steve Jobs, mindig farmer. Farmer, fekete. És nem kell az, hogy nézd meg ilyen, mert felesleges. Ja. És a Steve Jobsnak is az utolsó, tudod mikor pankrász rákba. Igen. Szegény, annak lett áldozata 57 évesen. Ez a fantasztikus ember, aki végül is az emberi revolution-t indított el technológiai szinten, az iPhone-nal, meg iPad mindennel. Ez ezt mondta, hogyha még egyszer végigcsinálná, azt számítana, hogy mennyi időt tölt a családjával, nem az, hogy milyen kocsit vezet. Ezt nem semmi értéke nincs. Haldokló embereknek a milliói soha nem arra gondolnak a haldokló ágyukon, hogy hányszor kerestem el a munkahelyemről, mennyi pénzt kerestem, milyen házam volt, elő se jön, milyen kocsit vezettem, elő se jön. Mit bántam meg, mit nem csináltam meg, amit meg kellett volna, amit mindig is akartam, az álmaimat, milyen álmomat nem üzeltem. Szerethettem volna jobban, jobb kapcsolataim lehettek volna. Lélek dominál halál előtt. Megbánás a legnagyobb izé. Ez a Matthew McConaughey, a Road Tripper, pont erről beszél, hogy miért kell elérni azt, hogy már haldokoljál, hogy rájöjjél, hogy mi számít az életbe? Nem a Rolex, meg a Lamborghini. Ha van, oké. De valamit tegyél le az asztalra, az emberiségnek, magadnak, a lelkedből. Valamit csináljál. Érted? Hú. Én azt még nem mondtam, hogy 40 évesen szültem a Brandont, és volt 5 miscarriage-em. Bizony, nem, mai napig, lehet, hogy idősebb voltam. Tudod, ez olyan, mint egy aranykulcs. Hát ebbe olyan DNA-k vannak, tökéletes kell, hogy legyen. Egy rosszul van, tudod, a kulcsba, hogy belemegy, egy már nem viable, kész. 2 nem is volt viable pregnancy. Az 5. viszont padlóra. Szóval én egy másik gyereket is elveszítettem. Az padló, 12 hetes embrió esett ki belőlem a Brandon után. És megint ez a bátorság, ez a conviction, hogy már nem tudatosan próbálkoztunk, de ott hagytam a munkahelyemet, kisétáltam a Johnson & Johnson-tól, akkor hagytam őket ott először. Hogy valamin változott, mikor megint terhes lettem utoljára, valami volt bennem, hogy ennek esélyt adok, és lett egy 39 hetes, tökéletes, egészséges kislányom. Ő a 13 éves kislányom, aki eszméletlenül tehetséges, gyönyörű, nem tudom, láttál-e képeket róla, versenyszerűen tornázott 8 éves korától, most táncol versenyszerűen, és kimondottan tehetséges. Gyönyörű, jó tanuló. Neki kellett, ő volt az, aki. De kezdve, ha a második vetélés után azt mondom, hogy nem, képzeld ezt el. Most nem is ezen van a lényeg, ez egy nagyon nagy lényeg. Így született meg 43 évesen. Nem ezen van a lényeg. Azon van a lényeg, hogy nekem 2 barátnőm volt, aki így ugyanígy elvetélt egy gyerek után, az első, a második, nem is volt gyereke, 10 évig próbálkoztak IVF-fel, tudod, mesterséges megtermény, egy ház árát nyomták bele, és felhívtak, és mondtam nekik, hogy meg nem merjél állni a próbálkozásra. Mind a 2-nek van egy gyönyörű gyereke. Az egyiknek 2 embrióból, a mesterséges, a magyar barátnőm egyébként ő, a másik amerikai, 2 embriót termékenyített, vagy tettek be, és azt mondta az orvos, hogy az egyiknek van 50% esélye. És most van egy 10-valány éves gyönyörű kislánya belőle. Igen. De hozzájárultam ahhoz, hogy menj tovább. Változtass azon, amin tudsz. Fogad el, amin nem tudsz, de változtass azon, amin tudsz. Ja, ennyi. A félelem. Így szabályszerűen life coacholok embereket, mielőtt okleveles life coach lennék. Meg mindenki life coach, hogyha van egy pozitív, minőségi jellegű, lelki úton menő akaratod és képességed, hogy változtass egy másik embernek, jobbá tedd a napját, az éjját, érted? Az életét. Mindenki life coach. De a félelem, mind a 2-t a félelem, ami paralizálta, és ők nem akartak, csak érezték, hogy én, mert tudták a sztorimról. Ez meg a másik, a nyitottság. Én nem szégyellem, hogy 5 vetélésem volt. Miért szégyeljem? Az életem egy része. Érted? Ez egy érdekes volt, de megint a realitás benne, hogy 40-valahány évesen ez már majdnem normál. Abszolút nem. Viszont beszélni kell ezekről a dolgokról. Változás akkor társadalmilag, személyesen akkor történik meg. Ezért imádom a kérdésedre visszatérve a podcast dolgot. Mert nem bízhatunk már meg a a mass médiába, mert abszolút kormánnyal összekapcsolódó hazugság, meg garbage, ami átjön. Mindenre csak, ami fontos, az arra nem koncentrálnak, ami meg fontos, az meg vagy el van titkolva, ott van a Jeffrey Epstein, amiket megtudtam, hogy mi volt cover-up, mert olyan magas szinten ment fel. Van egy fantasztikus podcastes csaj, ez könyvet írt róla, a Wendy Webb, nézd meg. Oké. Eszméletlen az önő. Ezekre mind emlékezni kell, igen. Kell írtad a könyveket. Most írt egy 1000 oldalas könyvet, az egész Epstein izéről. A Trumptól elkezdve a Clintonékig, nem tud meg. Hát az Andrewról mindenki tud, királynőnek a fiáról, de ez mélyebb. Ez komolyan a finanszírozásokba, a korruptionba, a corruptionbe, a mi magyarok corruption. Nagyon mélyen bele. Na, megint beírom. Mert az a baj, hogy én... Korrupció. Nem kell beírni. De már fogják írni, nem kell. Ja. Érted? Ja. És ez a médiában nem... Ja. They don't cover it. Nem jelenik meg. És a podcastek visszatérve, visszaugrok le, meg fel a gondolatvonataimra. Podcastnek ezért van eszméletlen szükség erre, egyre többre, mert összejönnek olyan emberek, akik elmék, szabályszerűen meg, ha minden itt kezdődik gondolatban, minden az életben kétszer van kreálva. Egyszer gondolatban, egyszer a manifestálás. Ez egyszer egy gondolat volt. Nem tudom, több száz éve, több ezer éve, de ez egy gondolat volt. Egyszer megszületett gondolatban, másodszor meg. Aki fogta és üvegből, pohárból, fából, vasból, anyám kínjából összetette. Így van? Amit én szerintem egy kicsit hozzátennék, vagy kijavítanék, az az, hogy én nem azt mondom, hogy azt mondtad, hogy government, hogy nem az állami, vagy nem a... Mi a government magyarul? Már megint nem tudom. Állam? Szóval nem maga a kormány. Kormány. Szóval nem mindig... Én nem azt mondom, hogy a kormány, hanem egy elit társadalom, vagy elit réteg. Hogy abszolút. Hogy ebbe benne lehet, és megint most olyan mély dolgokra, vagy olyan veszélyes vizekre elvezünk, hogy ebbe benne lehetnek a gyógyszergyárak, akkor benne lehet a... Benne is vannak. Benne lehetnek az ügyvéd, a médiák, és mindenféle ilyen lábik, mert ők tudják így irányítani az élet. És hallottam valakitől, hogy várja, ez egy milyen mély gondolat volt, hogy és megint nem egészen pontosan így van, de 1%-a a társadalomnak az összes vagyona irányítja a többit. Van 4%, aki ezeket megengedi, akik ezeknek a csatlósai irányítja a 94% birkát. Igen. És akkor itt van az 1%, aki mi harcolunk ezek ellen, és hogy próbáljuk fölvilágítani azt a 94%-ot, várj egy kicsit. Ja. És itt jön a podcast, és mindig is ezt mondom az Attilának, hogy itt jönnek a podcast, és nem lehet egy rádióműsorban 7 perc alatt elmondani, és akkor most jön a reklám, kérem szépen. Megutítják az embereket, érted? Netflix. Amennyi hasznot, egy nagyon jó velős, ilyen akadémiai, vagy ma van Oscar mellesleg. Kit érdekel? Van azért még egy-két jó film. Mondj egyet. Nagyon mondok egyet. A Blood Moon. Nagyon jó. Sose láttam. A De Niro, meg a Leo DiCaprio-nak a mostani filmje. Fantasztikus. Az Osana, ez az indián törzsről szól. Nézd meg. Igen. Okay. Szóval van velős, de butítják az embereket. Ja. Mert Netflix Nation vagyunk, CNN, tudod, az a Division, CNN, meg Fox, meg Netflix, meg a munka után már nincs senkinek energiára arra, hogy magával foglalkozzon. Ja. Persze, félelembe tartják az embereket. És ezért jön a podcast. Ja. Mert ha minden gondolattal kezdődik, és elkezdünk ilyen dolgokról beszélgetni, amit nem fog CNN, they're not gonna cover. Ebből már valaki el tud indulni, hogy csak máshogy, más perspektívából lássa dolgokat. Megint nem a perception. A perception az, amikor bekapcsolom a tévét, és akkor ami jön rám, szépen tévénézés közben. Hát az első tételemet főiskolán pont erről írtam a televízió, hogy milyen detrimental. detrimental, pusztító a televízió tulajdonképpen lehet, hogyha rosszul használjuk. Fantasztikus lehet. És szerintem a social media az még ennél még kihegyezettebb, ja. Mert a tévében volt az, hogy oké, ezt és ezt tudják mondani. És igazából nincs testre szabott válasz. A social médiában meg testre szabott válasz van, hogy tudják, hogyha te azt mondod, hogy ha te a bal oldalra mész, akkor olyan dolgokat fogsz kapni, ami bal oldalra megy. Ha te abszolút, jobb oldalra mész, egy algoritmus az egész. Abszolút. És így. És szenzorálva van. Olyan szinten van szenzorálva, hogy másik, még szabadságot sincs. Szóval az algoritmus nyomja neked ezeket a dolgokat, de amint rájönnek arra, hogy te egy nagyon túl bal oldali, vagy túl jobb, attól függően, hogy mi az. Az AI-nak ez a félelmetes izé, mert ez programozva van. Az AI, ez fantasztikus. AI 5 perc alatt kinyom annyi anyagot minőségileg, mint 6 Harvard egyetemista, vagy professzor 6 hónap alatt. Okay. Szóval ott van a value, ott van a minőség, de programozva van, ki programozza. Hallottad most, hogy hány billió dollárt veszített Google? Most volt a napokban. Nem. Mert az első tesztjük a Google-nak, a 2 legnagyobb AI a Google-hoz tartozik, meg az Air, OpenAI. OpenAI. Igen, OpenAI. Ez a 2. Google letesztelte, és beraktak egy olyan kérdés, hogy ki volt az amerikai imidzsek, az amerikai elnökök imidzsei történelem során. És képzeld el, visszaadott egy indiai, Washington izéba öltözött indiai embert. Igen, láttam. Láttad azt? Láttam. Nem tudom hány billió dollárt. Veszítettek emiatt. De tudod, miért van ez? Mert úgy van programozva, hogy tegyük bele ez a bal, nagyon liberális bal, legyünk kedvesek, igen. legyünk jó érzéssel, nem tudom, mi a helyes magyar szó erre. És akkor így és így jött ki az indián fehér elnök Washington. Várjál. És tudod, mi volt? Igen, várjál. Okay. Beérted, hogy csinálj nekem náci képeket, és mik jöttek belőle ki? Tudod, ilyen indiai nácik, fekete nácik. Azért, mert hogy a fehér embert nem persze. tudnak, nem akarják a fehér embereket mutatni. Igen, az a túl. Átestünk a ló túl oldalára. Most az AI, ha olyan okos lesz, hogy ezt össze fogja rakni, érted? Van egy independent AI, az korrigálni fogja ezt. De amíg ott van ennek a félelmetes része, hogy a programozó, okay. az már egy agymosáson. Mert szóval. Ott nincs agymosás, az egész vok, ami most átmentünk, ez a vok antipa, nagyon neutral vagyok ezzel. Nem megy, ez tényleg már veleje. De amikor már döntik le, szóval 200 éves történelmünk van, az Egyesült Államokban így van, és döntik le akkor egyértelműen rasszista, még Kolumbuszt is annak nevezik, mindenki az volt. Szisztematikus racism létezett a világon. De nem arról beszélnek, hogy az arabok adták el. Az araboknak volt a legnagyobb slave trade-ük. Igen, meg hogy az afrikai törzsek az ellenséges törzsből szedték össze, meg bilincselték le, és human trafficking mai napig folyik mellesleg. Nem erről van szó. És tudod, miért hanem a gonosz amerikai... De tudod, miért a gonosz amerikai? Miért? Mert kétfelé mentek a rabszolgák. Mentek nyugatra, az ide Amerikába, és mentek keletre, ugye mentek az arab államokba. Igen. Az amerikai rabszolgák azért voltak, mert itt dolgoztatták őket, és voltak. Az arab országokban nem tudták, mert ott, ahogy oda mentek, egyből kiherélték őket, hogy soha nem lehetett, és akkor semmi leszámozójuk nem volt, szóval nem tudnak utána semmit csinálni, és pedig sokkal többet ment arra. Sőt. De nem az, hogy tudod, hogy ennek volt egy másik hátulütője, mert háremekben voltak, és ezért ott nagyon fontos, hogy csak a szultán tudja a háremból, mint Dzsingisz Kánnak a genetikát kiadja, mint az arisztokratáknál, a királynak elsőrendű, Magyarországon is, meg európai arisztokra, királyságokban elsőrendű joga volt, hogy az első éjszakát a mennyasszonnyal töltse. Hogy érted? Hogy továbbadja a géneket. Ez nagyon érdekes dolgok. Most elkanyarodunk egy kicsit az AI-ról. Szerinted akkor mi a megoldás? Mert van az, hogy van egy központi AI, mint például, és azt tudod, hogy van egy központi AI, mint például a ChatGPT. ChatGPT, igen. Vagy pedig legyen nagyon sok kicsi independent, vagy független AI company, hogy melyik a jobb. Mert? Megint az objektivizmus. Vissza kell, hogy menjünk egy objektivizmusra. Objectivism. Az egész programozás abszolút factual kell, hogy legyen. Ez az egész, amiben belementünk az elmúlt évben, hogy fake news, fake news. Ez is egy fake news. Vannak hitelesített tények a világon, mert ha megkérdezel, tudod, hogy vannak olyan emberek, akik nem hiszik el mai napig, letagadják, hogy a holokauszt létezett. Ja. Tudod, hogy ez félelmetes. Félelmetes. Meg a flat earth, a lapos föld elmélet. Persze, elefánt tartja fel a földet, igen. Ja. És szóval van egy objektív igazság a világon, és szerintem ez nagyon fontos, hogy ennek a fantasztikus artificial intelligenciának ezt adjuk be. Mint amikor egy gyereket helyesen nevelsz fel. Nem rasszistaként neveled 2 éves, 1 éves kora óta. Érted? Nem engeded játszani a fekete gyerekkel, stb. És a helyes. Ez egy gyerek. De ennek olyan kapacitása van, hogy ott van a terminátorod. Ez lesöpörhet minket szabályszerűen a földről. És megállíthatatlan, már most megállíthatatlan. Ja, de én legalábbis most úgy gondolom, hogy ezért jobb lenne több független, mert nem akarjuk ugyanezt... Igen, kérdésedre válaszolva abszolút objectivism-based és független, több független. Mert akkor ne az lenni, hogy egy azt mondja, ne? Így például Facebook letilt, akkor utána nem tudsz, mert az az egyetlen. Ja. És hiába próbálsz más csinálni. Igen. Senki nem tud utána lenni. Ugyanúgy, hogy van a YouTube, próbálkoznak, de nagyon nehéz egy újat megcsinálni. Itt volt a Twitter, vagy X. Most hiába próbálkoznak ezzel a threads-el, senki nem kíváncsi rá. Ja. De ez a hiccup, ez nem hiccup, ez egy messzi, nagyon messzi, félelmetes kezdete. Például a Google AI-nak, és ők az egyik legnagyobbak a másik mellett. Szóval, ez nem tudom, senki nem tudja. Ja, de nagyon hamar el fog jönni. És azt tudod, hogy állásokat, erről is néztem egy-két podcastet a napokban, állások ki lesznek. Abszolút. Programozó állások, meg fognak szűnni. És már olyan állások viszont fognak keletkezni szerintem, amik pont az AI-t kezelik. Szabályszerűen ez a truth telling, ez az objektív, hogy oké, adagoljunk be, nagyon fontos, mert eszméletlen ereje van. Képzeld, amikor egy egyetemistának nem kell 6 hónapon át. Nem tudom, mit veszel, meg mit ad, de hogy időt spórol, az fontos. És az idő, nekem legalábbis, nem tudom, te hogy vagy vele, nekem a legfontosabb commodity az életben az idő. Nagyon szelektált vagyok. Mivel töltöm, kivel töltöm, hogyan töltöm, és mert felgyorsult. Tudod, azért állítólag az elkövetkező 100 évben az emberiség sokkal gyorsabb ütembe fog elindulni, mint az elmúlt, mint a Industrial Revolution, meg a mindentől elkezdve. De még persze, ez ilyen szinten megállíthatatlan. Szóval... Ja. És el sem tudjuk képzelni. Nem. De pont ezt szerettem volna mondani, amikor beszélgettünk az értékekről, meg az anyagi. Nekem, és erre rájöttem most már egy ideje, a legeslegfontosabb dolog, a legértékesebb, amit tudok adni, az az időm. Igen. Mert ez valakivel éppen volt egy konfliktusom, és hogy én ennyit és ennyit tettem, ennyi pénzt tettem bele ebbe és ebbe, és akkor úgy nekem nem mondom, fia, a pénz az nem számít. Tudod, miért nem számít? Mert azt mindig tudunk olyat csinálni. De amit én soha nem fogok visszakapni, az az idő. Abszolút. Szóval, hogyha én neked segítek valamiben, és az én időmet rátszánom, az mindennél fontosabb. Abszolút. A pénzt az felejtsd el. Ja. De ha az időd, és hogyha ezt elpazarolod, akkor utána annyi. Akkor megyek máshova. A minőségi idő. Az idő quantity, szóval a mennyiségi perspektívumból, de a minőségi. Az, hogy valaki mondja, hát mindig a gyerekemmel vagyok. Ja, tévét nézel, meg az interneten vagy, meg nem ott vagy. Tök mindegy, hogy 8 órát töltesz a gyerekeddel, ha nem vagy ott, minőségileg. Ja. De ha ott vagy, abszolút jelenbe, minőségileg, 1 órát, szisztematikusan minden nap, sokkal jobb a nevelési technikáid, sokkal, érted? Minőség, minden minőségben. Ahogy dolgozok, project management, most az új kedvencem, azt meséltem neked, 5 állásom volt, én konzultálok Big Pharma-nak. 5 állásom volt az elmúlt 3 évben, mióta J&J-t ott hagytam. Igen, de ez ilyen management, pharmaceutical management. Ez azt jelenti, hogy én 3 év alatt 5 hatalmas organizationt, vállalatot tanulok meg. Akármennyire hasonló, mindegyik más. A stakeholderek, a team player, a regulatory, minden. Azon át kell, hogy menjek. Klinikai kutatásokkal foglalkozik. Szóval nekem az ICH-9, meg az európai, meg az Egyesült Államok regulatory, ezért így tudnom kell. Nem nyúlhatok a munkámhoz, ha nem tudom. Meg kell tanulni a saját állásomat. Érted? És miért mondom ezt? Az időm eszméletlenül számít, hogy én ilyen eszméletlen nagy mennyiségű hogy hívják ott anyagot, ami így rám ömlik, megtanuljak. Milyen hamar, hogy hívják, a time management például. Ja. Igen, ezt mondjuk egyetemen tanultam, az a mi a fontos, és what's urgent and what's important. Mi a fontos, és mi az urgent most elmentem. Szirénázóan, ezért. Azért, mert pont ezt akartam mondani, de vagy akkor megkeresenek az urgentet először. Az urgent... ide betesszük. De az a baj, hogy látod, azért, mert mi értjük. Sürgetős. Igen, sürgetős. Igen. Sürgősség, fontosság. Sürgősség, fontos. És nekem pont ez a bajom. Ezt kell, hogy fontos az idő a time managementbe. Melyik? És itt jönnek az ilyen... Mi idők. Fontos, és mi? Igen. Legtöbb ember állandóan sürgő, és esik a 2 cég közé, ami fontos. Ja. És a legnagyobb emberek, az igazi vezetők, azok a fontos. Ő ott hagyja a picsába, lemondja a nagy tárgyalást, és elmegy egy kollégájának a family member temetésére, mert az fontos. Ettől vezető. Ettől leader. Én nem válaszolok e-mailre. Ott van az outgoing e-mailemben, hogy amikor időm van, akkor fogok az e-mailedre visszaváltozni. Leszarom, hogy vice president kéri, leszarom, hogy ki kéri. Amikor nekem megvan a time managementem, ezért tudok sikeresen, ilyen magas szinten, ilyen hamar megtanulni egész vállalatokat, és a munkámat emellett, és csinálni. Ilyenről beszélgettünk még tegnap, és akkor ezt is megkerestem, és hogy melyik szakmák, nem biztos, hogy egyetértek velük, mert itt van egy telemarketing, ez persze szerintem megszűnik. Mert most mennyi telefonhívás kapok, Jesus. Abszolút. Okay. Ez teljesen AI-nek át lesz adva. Ki tudják. Mert amikor az AI elkezdődött ez a nagy őrület, akkor azt mondták, hogy nagyon sok ilyen blue-collar munka fog megszűnni, de aztán rájöttek, hogy igazából nem, mert a white-collar... Pont az nem fog megszűnni. Igen. Pont a white-collar. Pont az ellenkezője. Igen. De most akkor kérdés, hogy szerinted ezek, mint mondom, oké, ez működik, de a edzők, bíró, a bírók, sportmérkőzés vezető bírók. És azt mondja, hogy azért, mert hogy az AI meg fogja tudni mondani, hogy mi szabályos, meg mi nem. Ezen mondjuk nem gondolkodtam. Én el tudok képzelni hát most már robotokat is úgy csinálják az AI, vagy emberek, futni képes. Ja. Most már azt látod, hogy mit művelnek. Ja. Háborús zónákba ők a régi szamár, akik viszik ja. a fegyvereket. Mert nem tudom, mennyi... Meg tudja csinálni, le van neki ízélve, hogy ki, és tudja úgy követni, hogy ki egy foul-t kikövetel. Mondjuk erre kíváncsi vagyok, mert most is itt volt a Super Bowl, és ott is volt egy-két ilyen kérdéses dolog, meg ott is mindig úgy van, mit látnak, mit nem. Nem tudom, hogy nézted-e. Nem, néztem a Super Bowl-t. Na mindegy, szóval ott is, hogy nem tudom, hogy mennyi, és ezen át kell gondolni magad, hogy tényleg mennyire lesz ez, mert annyi mindent látnak, vagy nem látnak, hogy akkor most mi van. Ja. Hogyha az AI mindent lát, akkor lehet, hogy minden egyes play-nél az lesz, hogy jobb, ez nem jó. Yeah. Akkor gyorsítelmi, hát ez már most is van. Ez abszolút, már most meg. Yeah. Már most is van. 15, nekem kell a minimum bér, $15. Oké, yeah. Szia. Akkor itt a komputer, aki megcsinálja, vagy a kis robot, aki megcsinálja ingyen. Yeah. Abszolút. És szerintem attól, nagyon sok minden attól fog függeni, mint az outsourcing, tudod, yeah. hogy mennyiségben hány munkát tud átvenni egy robot, egy AI. Így van? Uh-huh. Mert mondjuk, ha egy futballbíró, vagy egy sporton belül, az nem fognak készíteni milliókat érő robotot, hogy ott rohangáljon, és sárga, meg piros lapokat adjon fel, meg sipoljon. Ez nem így működik. Ja, persze. Mass production. Ja. Ezek. Ja. És minél olcsóbban, minél magasabb quality. Ez az egész outsourcing, amit kinyomtak a BRIC országoknak, tudod, Brazília, Russia, India, meg China és... China BRIC. Uh-huh. Ja, azért hívják BRIC-nek. Csak ezt mondjuk Magyarországon ez... Azért, mert egy töredékért... Megcsinálják. A töredékért megcsinálják, nagyon jó iskolákat végzett programozók, indiaiak fantasztikusak. A TD Banknál vezettem a vendor managementet, tudod, TD Bank nagyon nagy, ötödik, mondjuk Torontói rész, de ötödik legnagyobb bank, és nagyon jól csinálják a dolgaikat. Náluk vezettem, mondom, a platform, a technology platformot, vendor management, és a Cognizant, Tata Consultancy, a nagyok, Wipro, ezeket menedzseltem. Csak indiai kollégáim voltak. A tech company-knál. Mindenki. Még a TD Bankon belül is indiaiak. Brilliant. Ja. Hát ha beszélhetünk rasszistákról, meg önzőkről, akkor ott vagyunk, mert nekem is volt nagyon sok ismerősöm, és hogyha indiaiakkal dolgozol, téged letaposnak. Abszolút. És csak a saját fajtájukat viszik be. Abszolút. Bement olyan meetingbe a procurement egyik vezetője, egy indiai fantasztikus agya volt, de látási problémái voltak, és olyan lekezelően beszélt. Elbeszélgettem egy indiai ő csapatán belül nővel, aki nagyon szeretett, elköszönt tőlem, mikor ment tovább, és mondta, hogy hogy ez egy indiai kultúrában, tudod, neki mai napig működik a class. Igen. Oh. A class society. Ja. Azt mondja, mert én mondta, hogy ő nem szeret indiaikkal dolgozni, mert egyszerűen annyira unprofessional, lenézlek, lekezelnek, lekicsinyítenek, hogyha férfitől jön nőbe, még rosszabb. És voltak fantasztikus kollégáim, akik teljes tisztelettel, aki feljebb van, idősebb generáció, az sokkal nyomatékosabban képes erre. És én három különböző meetingbe állítottam meg ezt az indiai vezetőt, hogy szabályszerűen kikértem magamnak, hogy velem így ne beszéljen. Ja. Velem így ne beszéljen. Ez teljesen unprofessional, és bocsánatot kért, helyére rakta magát. Én hoztam meg a döntést neki, én segítettem neki, és abszolút elfeledkeznek magukról, és eszméletlen, hogy hogy milyen cutthroat, és ők kreálnak egy olyan toxikus working environmentet maguk közül, és ez egy ilyen érdekes módon bespirálozódik az amerikai, ami nálunk nincs erre tolerancia. Mert mész a relationship managementhez, meg az HR-hoz, és úgy kivágják, mint a húzat. De mivel 10 órákat dolgoznak, érted? Egy ilyen abszolút ilyen ők kreálják. Érted? Amikor a yes man, amikor van a csapatodban egy ilyen yes man, mindent megcsinál, éjszaka dolgozik, e-maileket küld hétvégén. Érted? Az nem feltétlenül, lehet, hogy neki ő vágtat előre a karrierébe, az nem feltétlenül minőségű csapatot meg teremt. Ez egy toxikus izé. Én érted nekem, és érted, mondok, vágtatnak előre, mert és mindenkit letaposnak, mert az amerikai workforce azért már egy pár generációval, vagy nem generációval, jó pár évtizeddel elő vagyunk, hogy most már ilyen training, ilyen subconscious bias, unconscious bias, bocs, ilyen trainingeken megyünk át, meg work-life balance, meg érted, nekem tilos, már leblokkolunk, most is a Daichi-nál leblokkolunk péntekeket, hogy nincs meeting. Ezek meg a teljesen ellentétét csinálják, hogy hagyják előre, mert brick countryk most jönnek fel. Az Industrial Revolution-be és az egész a szennyvmérgezés, a légkörmérgezés Kínában. Amikor Kínában voltunk 18-ban, Beijingben én nem láttam kékeget. Ja. És mikor volt a 2008-as Beijingi olimpia, emlékszel? Ja. A bird nestet néztük meg. Ja. Lezárták a gyárakat 3 hónapig az olimpia előtt, hogy a világ szeme előtt ne lássuk azt az eszméletlen utópián izét, a szörnyűséget, amit okoztak az évben. Érted? Yeah. Fejlődő. Mi már az Industrial Revolution-ben már több száz évvel ezen átmentek a fejlődő országok. India, Kína, stb. Még csak most. Yeah. Most csinálják ezt. Érted? Ez nagyon komplex. Yeah. Nagyon komplex. Figyelj, már elég régóta beszélünk, és ez nagyon hosszú lesz, de ez engem mondjuk nem zavar. Az Attila már rég bedobta volna a török között ilyenkor, mert egy óra után megyünk, mert elfáradt, de megértem, hogy miért van. Nézzük az energiánkat, amiről beszéltünk. De amiről még én szeretnék mindenféleképpen beszélni, aztán utána bezárhatjuk, hogy az amerikai élet, meg a különbség, tudod, hogy neked mi a pozitív itt, és mi a negatív, amiről beszéltünk még. Amit nem tudtam a másik podcastben. A Veszprémi podcastben a két Lászlóval kitölteni, nem volt idő rá. Stúdió. Igen. Egy hétig beszélhetnünk róla. Én imádom ezt az országot. Azért, mert az alapvető, ami érték az életembe, a természet szeretetem, amivel együtt élek, nem tudok anélkül élni. Az itt megvan. Érted? Nem dzsungelekbe. Még ha New Yorkba élsz, akkor is megvan, mert felmehetsz a Vermonti hegyekbe, lemehetsz a tengerparthoz. Imádom, mert történelmileg, amin átment ilyen rövid idő alatt, az unprecedented a világon. Imádom, hogy hogy rengeteg hibát elkövetett az elejétől kezdve. Ne felejtsd el, hogy ilyen amerikai nem létezett. Minden amerikainak visszamenőleg európai izéja van. Nyilván. Minden amerikai, vagy francia, vagy ír, vagy angol, vagy anyám ki, ahonnan jött volt. Így van, 2-3-4 generációra visszamenőleg spanyol, stb. Imádom azt ebbe az országba, hogy olyan energiája, olyan lüktetése van. Hogy korrigálja magát. De a túlkorrigálás, itt van az AI, a túlkorrigálás. Nézd meg az élő példát rá, hogy indiai Washington ad vissza az AI amerikai elnöknek. Ez a túl bal, a túl jobb, ez a device, de mindig korrigálja magát. Többet ért el, akár civil háború által is, például a rabszolgaság ellen, mint Európa, ne felejtsd el, hogy a szláv szó, a feudalizmus, még a segíts már ki ezzel a szóval. Feudális Európából jött. Slavery 4000 éve létezett. Pontosan. Zsidóknak a rabszolgasága, az egyiptomi ezeket. Ez létezett, ez nem mi alakítottuk, érted? Az afrikai országokban, mint ez létezett. Ja. Azt szeretem benne, hogy fiatal ország tanul a hibáiból és korrigálja. Ha mi, amit nem szeretek benne, hogy szerintem, tudod, van egy ilyen ősi, ilyen nagyon bölcsmondás, hogy kövesd a pénzt. Mivel hatalom jött ide, tudod, azok ilyen új királyság alakult ki, minden a gyarmatosítás révén, a függetlenségünk révén, és így építünk, és onnan kezdve ennek a kis pici résznek, aki mai napig az a felső 1%, aki az Egyesült Államoknak az egész vagyonát tartja a kezébe. Pillanatok alatt megszüntethet minket, vagy a mi vagyonunkat. Nézzük, mi történt 2008-ban. Ja. Ők ki vannak, a váltság, ők nagyon hamar az állam, mert nincs más választása. De kint segített az a válság, amit ők okoztak. Magukon. Az egész kapzsiság, hogy interest rate-eket dobálták ki ilyen zero izéval, és az emberi tulajdonság kapzsisága, a human nature kapzsisága gyönyörűen találkozott együtt, és akkor gyönyörűen egy babolt kreáltak, és gyönyörűen összeomlott. De nézzek, hogy ki kreáltak, ki volt igazából kapzsi. Mi is kapzsik vagyunk. Szóval itt az, hogy reagálunk bizonyos dolgokra, ami megvan nekünk mondva, itt van a COVID. Be vagyok oltva, vagy nem vagyok beoltva. CNN nézem, vagy a Foxot, vagy egy independent podcastet nézek, jó ötletekkel, fantasztikusan minőségi kaliberű, emberi, más, vagy a tévémet, a mass médiát. Akarom, hogy hülyítsenek, vagy utána nézek dolgoknak. Érted? Követem a GPS-t, és belemegyek az ellenforgalomba? Ja. Mert véletlenül rosszul írtam, vagy rosszul olvastam, vagy az intuíció, a 5 mentális fakulti van egy embernek. Intuition. Ezeket fejlesztem-e? Intuition az csak az egyik. Ja. A memória a másik. Ezeket fejlesztem-e? Hát már kimutatták, hogy amikor térképen szoktuk nézni, hogy hova megyek, itt van egy utca, és akkor ide kell mennem. Az a képessége az agyunkba már most megszűnik. Ja. Na most megszűnik. Mondja, mert GPS-re vagyunk utalva, ilyen... Akkor várjál. Mondja... Úgyhogy ezt szeretem benne, mint nem szeretek benne, ugyanez, amihez párhuzamosan nem szeretem benne, hogy sokszor úgy érzem, hogy kevesebb a szabadságra épülő liberty, meg a freedom. Igen. Országra épülő... Itt is különbség van. Óriási különbség van a közt, hogy szabad, hogy tudjam ezt magyarul elmondani, a liberty meg a freedom között. Igen. Óriási különbség van. Azt nem szeretem, hogy úgy érzem, hogy itt nagyon-nagyon, oké, rendbe tartanak 30-valány millió embert, mert 300, nagy rend van. 330 millió, de nagyon-nagyon. Hát, bocs, 300. Ja. Másra gondoltam. De most már 350. Ja. De persze, hogy mondhatok ilyet, amikor Magyarországnak a lakossága volt 12 millió, és 10. New Yorknak volt, mikor kijöttem 86-ban, ja, 10-valány millió, és New Yorknak volt annyi, úgyhogy nem 360. Rend, tudod, hogy rend van itt, ja. De milyen áron. És ezt nem szeretem benne. Ezt szeretem, amit a Facebookon, amit a Meta csinál, nem szeretem, amit a government csinál, nem szeretem, amit hogy lebénítottak egy global economy-t. Ha Amerika tüsszent, Európa befosik. Ja. Sajnos, ez van. Ezt nem szeretem. Nem szeretem, hogy sovereign, nem szeretem ezeket a proxy war-okat, nem szeretem, ami a 70-es években, 60-es, nem szeretem ezeket, hogy mindenütt, ha nem megyünk oda, az a baj, ha oda megyünk, az a baj, mi vagyunk a jók, de azt nagyon szeretem benne, hogy mi vagyunk az az ország, és ezt 26 évesen tapasztaltam, amit mondtam, hogy az amerikai nagykövetségen 14 millió dolláros ilyen quarterly, nem évi, quarterly segéd, ott volt előttem, én írtam az egyiket alá, mert alá le kell, hogy ellenőrizzük. Ment Romániának például 93-ba. Hogy mi az afrikai országokat, amikor össze kell a éhség ellen 80-as években a zenészeink. Azt szeretem, hogy minden innen jön. Ja. Minden innen jön. Azt nem szeretem, hogy az egész világ követi. Azt szeretem, hogy a technológiába előre haladunk, hogy tényleg a krémje, hogy egy Einstein el tud Ausztráliából a nácik elől menekülni, és itt tud a Princetonon olyan eszméletlen dolgokat alapítani, de azt nem szeretem, hogy például a Manhattan Project, tudod, az egész, igen, amiben magyarok is belefolytak, az Oppenheimer, igen, fantasztikus film. Tellerele. Tellerele kapcsán, igen. Azt nem szeretem például, hogy ilyen szinten azt nem szeretem, ami jön, ez a, állítólag most jó, Kínához tartozik, de szerintem nálunk is ez már meg a Big Brother koncepció. Freedom, megint freedom. Szabadságra alapuló nép vagyunk, ország vagyunk 200 éves, így van, ezért alapult, és állítólag Kína most már 200-valahány millió ilyen izét tesz, ilyen scanning, de úgy, hogy a maszkod van rajtad, akkor is megmondja, hogy ki vagy. És nekik van ez a social credit szisztéma. Ez szörnyű. És emberi életeket, de a kontrollról beszélve, kontroll alapon beszélve, ez tragikus. Ez Mao Zedong 30-alány millió éhséget okozott, tudod, 30... Nem, utálom ezeket a számokat, mert nem... Utána kell néznem, és be kell magolnom megint. Egyszer tudtam. Ja, az a lényeg, hogy több 30 millió kínai halt meg alatta. Egy ember előtt. Ja. Lehet, hogy még több is, ha jól emlékszem. Most ne... Sztálin alatt 20-valahány millió orosz halt meg. Ja. És ez most mi folyik? Mi folyik mindenütt? Ezt nem szeretem, mert nálunk ugyanez van sajnos. Más izéból. Nem szeretem, hogy butítják az embereket. Szabályszerűen butítják. Ja. Nézd meg, mi folyik akadémián. Ha az akadémiánk, a legnagyobb koponyák Harvardről ki vannak rúgva, mert nem mondom, hogy igazuk van, vagy nincs igazuk, de hogyha már az akadémiát censzorálják, akkor már nagy probléma van. Hol van most volt egy-két balhé erről. Igen. Megláttad azt? Igen. Erről beszélek. Ott már nagyon nagy probléma van. Ja. Úgyhogy ezt nem szeretem. Minden más szeretek. Szeretem, hogy a tengerparton vagyok a nyaralomból 5 perc alatt, innen 1 óra alatt, és fenn síelek a Vermonti hegyekbe, vagy felpattan. Ez csodálatos ez az ország. És mindenünk megvan. El vagyunk kényeztetve. Eszméletlenül. De tudod, van-e most ez nagyon-nagyon megy ez a gondolatmenet, hogy gyenge társadalom. Hallottál erről? Igen, gyenge társadalom, erős társadalmat, erős társadalom, gyenge embereket. És akkor úgy megy ez a körforduló. És most ott vagyunk, hogy nagyon gyengék az emberek. Igen, és pont, ugyanez történt. Most jön a nehézség majd. A római társadalom ugyanígy, amikor elkezdtek a szexualitással foglalkozni, akkor szokott így összeomlani, legalábbis a római társadalom akkor omlott össze. Amikor ezzel elkezdenek foglalkozni, hogy teljesen felesleges. Ja. Egész birodalmak omlottak össze, pontosan emiatt, hogy elgyengültek. Nézzünk Napóleonnal mi lett. Állandóan. Amint felment az oroszok elé, vagy Moszkvához, és legyengítette a seregét. De milyen érdekes ez, hogy Amerikának ez pont tök jól jött be, mert Thomas Jeffersonnek a Louisiana vétele pont a Napóleonnak az eszméletlenül padlóra, anyagilag padlóra dobott hülyeségeimet miatt történt, És így lett meg az a Manifest Destiny. A Manifest Destiny, ez le volt írva már a konstitúcióba, tudod, az 1786 Independence. Igen. Amikor megszületett ez az állam. Szóval koncepciólag ott volt a Manifest Destiny, tudod, hogy a keleti parttól nyugatig, igen, de 13 eredeti országból álltunk. Ennyi. Államból. Tudod, hogy miért van a zászlón a fehér? Hány fehér és piros? Én tudom. Te tudod, sokan nem tudják. Én nem tudtam, még nem mentem állampolgárságért. Ah, én is ez, látod, ez a is... A 13 sír, ez a 13 eredeti állam, ami el tudom sorolni, mai napig nem akarok időt veszegetni, de Vermonttól le Floridáig. És ezzel a Louisiana vétellel, tudod, a Lewis and Clark, ez ettől lettünk a mai napig létező Egyesült Államok. Napóleon miatt. Mi van, ha nincs Napóleon? Ja. Napóleon. És akkor miért van az 50 csillag? Hát azok az államaink. Igen. Ja. És ez volt érdekes, amikor csak 48 volt, vagy 49, ja, akkor egészen más volt a zászló. De hogyha megnézed a házam előtt, akkor nekem egészen más zászló van, de majd mindjárt megmutatom. Jó. Mert nekem az eredeti van. Melyik? Amikor egy körben van 13. Igen. Az volt az eredeti. Az eredeti 13. Betsy Ross. Végig mondjuk? Mit? Vermont, okay, Connecticut, Maine, igen, Massachusetts, New Jersey, New York, South Carolina, North Carolina, mindjárt ott vagyok, Virginia, igen, Delaware, igen, Florida. Florida is benne van? Benne van, és még egy hiányzik. Mit hagyunk ki? Pennsylvania, hogy hagyhatom ki azért? Ami több ideig volt Amerikának a fővárosa, mint Washington, by the way. Igen. De most és az, még egy másik, most jutott eszembe, mondom, egy hétig itt tudnák lenni. Ja. Ezt mondtam neked fel. Ja. Egy hétig tudnék beszélni, hogy mit szeretek, meg mi nem szeretek ebbe az Egyesült Államokba. Ez az egész, ami most folyik, hogy a világvárosaink, ezek a csodálatos, mint Seattle, San Francisco, New York mennek, pusztulnak le. Nem a homeless, és ez a baloldal, ez a liberális, nem a homeless crisisról van szó, hanem az, hogy a homeless crisis az összekötődik a drug problémával. Meg a mentális. Az összekötődik, a substance abuse az majdnem mindig parallel. Yeah. Egy következménye lesz a mental health-nek, nyilvánvalóan. Itt. És jön ehhez a crime. A bűnözés. És ez könnyen megoldható. Addiction problem. Ez egy war. Ez egy spiritual war, ami most folyik itt. Addiction, ez ami, hogy a fiatalaink halnak meg, fiatalaink milliói halnak meg. És ezt nem szeretem. Ja. Tradicionálisan nem szoktunk politikáról beszélni ebben a műsorban, és nem azért, mert mindenkinek megvan a saját véleménye. Igen. De pontosan azért, mert annyira ki vagyunk hegyezve itt, hogyha én mondok egy valamit, és ezt a Facebookon majd meg tudom mutatni neked. Ha bármit mondunk, akkor az oldal támad, ha ezt mondod, az oldal támad. És általában mindig, amikor összevágom az ilyen sortokat, én mindig ilyen furcsán vágom össze, vagy legalábbis úgy, és mindig félrecsapnak. Hogy mindig a rossz oldal támadja a rossz oldal. De meg az, hogy miért kell támadni, miért nem lehet ezen elgondolkozni. Mert sokkal egyszerűbb. Igen, egy beszélgetésen belül ott kell, hogy legyen a szabadsága annak, hogy igenis van véleményem, és igenis vannak tények. Úgyhogy nekem ne üljél azzal, hogy neked mi a véleményed, nem tényekre alapozva, csak azért, mert pár millió hülye mögötted áll. Érted? Ne butítsunk már egymás. Vannak tények, objektív tények, vannak tények, hogy kialapította ezt az országot, amit az AI elbaszott, vannak tények, hogy igenis a systematic fajgyűlölet az működött, a governmenten belül, a segregation belül. Én tanultam Amerika történetét nagyon velősen. Nagyon nagy tudásom van elmögött. Tudom pontosan, hogy mi, hogy hogyan. Az, hogy én ez a white fragility 2020-ban, amikor a Covid kitört, nekünk a J&J-be olyan szinten nyomták ezt ránk, hogy én még kérjek elnézést azért, mert fehér vagyok, mert csak azért, mert én fehér vagyok, nekem sokkal könnyebb lesz. Sokkal könnyebb minden ebbe az országba. Igen? 19 éves koromig nem beszéltem angolul. nincs családom, semmi támogatásom nem volt. Semmi nem volt könnyű nekem. Semmi nem volt könnyű nekem. És az a white fragility, tudod, ez a fehér fragilitás. Nagyon sok fekete. Benne voltam egy interracial kapcsolatban 10 évig. Egy kenyai, tanzániai volt barátommal a válásom után. Nagyon jó barát és kapcsolat. Michael Boltonnak volt, vitte a foundationjét, nagyon jó barátok voltak, fenn Connecticutbe. Én átmentem a fajgyűlöleten, amit én kaptam másik fajoktól. Ja. Amikor a fehér rendőr félrehúzott, mert nagyon jó koponya volt, fantasztikus vállalat volt, meg egy limuzin, $1 millió limuzin company-nak volt a vezetője, és én Andrew Agassi, meg Robert De Nirokkal beszélgetett, meg most éppen ezéval vagyok a telefonon, a De Nironak kell egy kocsi Manhattanből. Szóval ilyen körökbe forgott, és én is. És fehér rendőr félrehúz, és jó vagyok. Barátnője voltam, és megkérdezte, hogy én biztonságban érzem magam a barátom mellett. Ilyen részről, vagy amikor bementem, ez fantasztikus, ahogy velem bántak, ahogy tudod, neked minden. Érzék, van egy reverse racism. Erről beszélek. Nagyon komoly reverse racism. Arról senki nem beszél. Ja, de az még rosszabb. És én meg, mivel olyan vagyok, én szeretem a tényeket, szeretek tanulni, növekedni, elgondolkozni. Elolvastam ezt a könyvet. Ez egy fehér, valami szociológusnak a könyv, ami akkor kijött, ez a white fragility. Azt nem tudom. Fehér, és lebontja gyönyörűen, ez a szisztematikus, ez a racism, ami létezik. És nem mondom, hogy nem létezik, abszolút létezik. De ez volt a világ. Igenis vannak olyan emberek mai napig. És itt ülünk vissza ahhoz, ami nagyon sok minden dolog történt veled, az összes tragédia, és itt is ezért kell ezt leszarni, és oké, te engem nem szeretsz, too bad, én csak megyek tovább. Abszolút. Mert tök mindegy, hogy te engem szeretsz, vagy nem, vagy hogyha rasszista vagy ellenem, mindegy. Igen. Ez van. Pontosan. És szerintem így kéne... Pontosan. Így kéne... És rengeteg kínai a férjem, rengeteg fekete barátom, életre szóló 30 éves barátságaim vannak. Indiai, japán, ne tudd meg. Ilyen a becenevem, a Miss United Nation. Voltak olyan partiaim, hogy így összeszámoltam, hogy itt van a norvég barátnőm, itt van a kínai, itt van... Ja. Fekete, itt van az olasz, itt van a kolumbiai, itt van az ausztrál, itt van a marokkói, ilyen barátnőim vannak. Ja. És ha jó ember, vagy tök mindegy, hogy... Sose azt néz, pontosan. Tök mindegy, hogy meleg, a mazlam, van leszbi, homokos, mindenféle barátom. Ja, hogyha jó ember vagy, és ez lelket, karaktert nézek, semmi más nem érdekel, miben van, hogy van, hogy... Jobb oldali, bal oldali, kitér. Ja. Nekem is a Johnson & Johnson-nál elbeszélgetek a valami nagy macho, hogy senior director, vagy vice president-e, ugyanúgy, mint a kis a kafetériába, hogy hívják, a takarítónőbe. Oda meg megkérdezem, hogy van barátnő, vagy aki a kávémat adja. Ja. Tudom, hogy hova megy vakációra, beszélgetni kell emberekkel. Át kell nézni, az emberiségedet úgy fejleszted, és pont ezért van a széttávolodás, mert ha már Trump supporter vagy, már nem is beszélek veled. Ja. Még a családtagomban. Ez történt nálunk. Ha Biden szereted, már nem. Ez egy szubjektív opinion, hogy kit szeret. Jogod van azt szeretni, azt támogatni, azt nem szeretni, akit akarsz. De valahol már találkozzunk meg ott, ahol számít. Érted? Valahol már, és pont ez az egész life coachingon pont erről szól, hogy aki például egy álmot, aki nem mer egy álmot, azt se tudja, hol kezdje, de van. És lehet a társadalomnak egy fantasztikus, az álmán belül egy fantasztikus hozzáadója, kreálója, vagy egy olyan művészlélek kijön egy olyan emberből, akinek soha nem volt ideje, hogy rajzolgasson, pedig eszméletlen tehetség. Csak példákat mondok. hogy megmondani nekik, hogy ne félj álmodni, és tudd meg, hogy amit akarsz, ha olyan frekvenciára teszed, tehát minden jön magától, mert egy eszméletlen abundant univerzumban élünk. Az egész a law of manifestation, az nem arról szól, hogy ott ülök és manifestálom, és nézek valamit, és akarok. Az egy része, baromi, emlékszel, beszéltünk a Secretről, a Bob Proctor Secretről. Kurva nagy része. De amit manifestálsz az életbe, azt tudod, hol kezdődik? Először is itt. Igen, de tenni kell. Igen, de tudod, hol kezdődik? A low vibration-nál. És a low vibration meg ott kezdődik, hogy itt olyan szinten kezd el ezt a gondolatot, ami aztán belemegy egy bizonyos jellegű érzelembe, ami belemegy egy tettbe, mert kell, hogy tett legyen belőle. Érted? Nem várhatsz valamire, amire semmilyen nem tettél. Tegyél érte valamit, fejlesz magad, tanuljál meg, tedd meg a lépéseket, az már kreál a nagyon jó könyv, a Seven Habits of Highly Effective People. 3-szor elolvastam, egyetemen, akkor tudod, miről beszélek. Itt van valahol. Tettekből, a tettek újraizélják, Péter, a habit, a szokásokat. Érted? Ja. Ha én úgy kelek fel minden reggel, hogy én abszolút egy ilyen abundance-be vagyok, és megköszönöm, hogy itt vagyok, és fantasztikus ezt a bőséget, és gratitude. Mindennapi élet, majdnem mindennapi órámban az életben van egy gratitude. Hálás vagyok azért, hogy itt vagyok. Hálás vagyok azért, hogy beülök a kocsi, hogy felkeltem. De így kezdem a napomat. És kimutatott, hogy a hála frekvencia az az abszolút ami energia van köztünk, mi is azok vagyunk. Az a hála frekvencia, az ugyanazon a frekvencián van, mint a bőség. A bőség meg a hála az így működik. Ezért a Viktor Frankl, mikor a naplementét nézi, tök mindegy, hogy éhezik, meg fog halni, meg ütötték, verték, meg minden ki akartak. Tudod, a náciknak az volt a legfontosabb, hogy break them down, break them down. Elvenni, még a lelküket elvenni. Mert egy testet könnyű. Yeah. Könnyű zélni, éheztetni, könnyű ütni, verni. De valakinek a lelkét nem tudják. És a Viktor Frankl pontosan erről beszél. Szóval van ez a bőség, ez az abundance, és ezt te döntöd el itt. Yeah. Hát ezért tudnak buddhista mankok olyan szinten meditálni, hogy felégeted őket, és nem érzik. Szóval ez nagyon gyógyítás, meditása energiákkal, frekvenciákkal gyógyítanak. Kimutatott most már, hogy rákot, meg gondolkodás, öngyógyítás, követek egy másik fantasztikus embert, majd megadom a nevét, most nem ugrik be, aki pont erről beszél, egy orvos, hogy öngyógyítás, az abszolút véghez vihető az emberi tervezetbe. És a disease, hogy nem vagy balance-be, ez abból kezdődik, ugyanez a gondolat. Ez a Deepak Chopra, hogyha depressziós vagy, akkor ez manifestál. De visszatérve az új habiteket, tudod, szokások? Igen, szóval a helyes gondolat, a helyes tett, action, abból jön ez a nagyon helyes új kreációja a szokásoknak, érted, hogy minden nap így kelsz fel, így gondolkozol, valaki azt mondja, hogy hát mit gondolsz, ki vagy te, ez egy paradigm, vagy ez például én tanítom, hogy a félelem a legnagyobb paradigm, ami leblokkol embereket az életbe. Van egy ilyen technika, hogy oké, érzem, elfogadom, átélem, I acknowledge, hogy félek, de most nincs időm rá. És nem hagyom az agyam, meg a szimpatetik idegrendszerem uraljon engem, meg tegyen döntéseket nekem, mert félek, hanem visszaveszed a kontrollt, és majd pénteken, most kedd van, félek elmenni a bankba és kivenni 10 000 forintot, hogy befektessek valamiben, az egész életemet meg fogja változtatni, hanem majd pénteken beszélünk. És lépsz. Félrerakod a félelmet, és lépsz. Pénteken, mikor megígérted a félelemnek, ilyen kapcsolat. Az érzelmünkkel kapcsolatba kell, hogy legyünk. Akkor pénteken leülsz a félelemmel, már nem létezik. Nincs. de te már megtettél egy fontos lépést az életedben. Képzeld, ha én féltem volna bemenni Manhattanbe, megkérdezni, hogy van-e állás. Soha nem találkozok a Kálival. Soha. Ha félek ott hagyni a nővéri pályámat, ha félek elmenni síelni, ha félek kinyitni, elkezdeni tanulni egy évig, ez dupla okleveles life coaching trainingemet, ami a Wayne Dyer Proctor, Mary Morrissey 45 éves emberi transformációra alapuló mellesleg, csak a legjobb. Többe került, mint az egyetemem. Erről ennyit. Szóval nagyon-nagyon velős. Ez a Dream Builder, meg ezek az univerzális frekvenciák, nagyon univerzum aligned. És jönnek a resultok, jönnek ezekből a tevékenységből jönnek az eredmények, így van? És ha van egy negatív, bántott valaki, vagy van egy negatív gondolkozásod, az érzelmed eleve low frekvenciás, abból milyen tett fog lenni? Lefekszel a couchra, és valami ilyen coping mechanizmus, ami működött, az átsegít, és nézzek, milyen result, milyen eredményed fog ebből kijönni. Nem jó. Nem jó. Ja. És ez folytatódik. És kezdve, ha most szarul érzem magam, de ezek fölkelk és kimegyek. Kimutatod, hogy depressziós embereknek, akiknek van támogatásuk, barátaik, kirángatják őket, sokkal hamarabb gyógyszer nélkül átmennek klinikai depresszión. Nem klinikai, az más. Ott már imbalance, meg kemikai dolgok vannak, az már veszélyes. De egy olyan depresszión, ami ilyen élet okozott, érted? Traumák, ez a igen, traumák, ez ilyenféle. Sokkal, egyszerűen így érzem magam, de nem így fogok gondolkodni, hanem most felrakok egy jó zenét. Hogy elkezdek táncolni a konyha kellős közepén egy jazz zenét, vagy érted? Vagy felhívok egy barátot. Ez a repatterning, ezeket az életen át berögződött limitált kondicionákat, ami olyan ereje van, mert gyerekkorunkban belénk szívódott. Ez bennünk van. Érted? Egy trigger. És ezeket így repattern, és az érzelmet hozzátenni. Abba már a szokás változik, azzal már változik. És a transformáció így következik be. És ha ezt megtanulja az ember, akkor bármibe. Mondjuk az egészségeden akarsz változtatni, ezt meg lehet csinálni ezzel. Ha a kapcsolatokon a 4 nagyon fontos élet quadrant, az általában relationshiphez, kapcsolatokhoz fűződik, szeretet, szerelemhez, így van, párkapcsolat, baráti kapcsolat, egészséghez, health, testi, nagyon fontos, hogy eszel, diéta, minden benne van. A holisztikai egészséghez. Nem, az lehet valaki maratonfutó, és drogozik, vagy A-type personality, és állandóan idegbeteg, ahhoz nem egészséges ember. Ez fizikai, emocionális, spiritual, érted, holistic. Full spectrum healthről beszélek. Szóval a relationship health, a vocation, meg az nagyon fontos, a munkaköri, karrier, munkaköri, mindenki dolgozik, tök mindegy, hogy pizzát csinálsz, vagy vocation, hivatás, ez a harmadik quadrant, igen, és emberek itt szenvednek ezekbe, és a 4. nagyon fontos, amit én tanultam, meg tanítok, a time and money freedom. We touched on that. Time and money freedom. Hogy én most egy paycheckért 166 órát ülök sokkal többet. Az 40 óra egy héten, sokkal többet dolgozok, sokszor 45-50 órát egy héten. Egy paycheckért. Jó, megvan bennem megvan a hivatás, a szenvedély, minden jól csinálom, nagyon jól tudom, jó vagyok, amiből csinálom, de egy paycheck. Ezzel nem változtattam meg egy ember életét. Egy pici kerék, egy csavar vagyok egy hatalmas masinába. Viszont ha leadok egy órát, és meg tudok változtatni 1, vagy 10, vagy 100, vagy 1000 embernek az életén, csak egy picit, az már egy freedom, az már egy időben tett, érted? 1 órával. Egy 12 hetes programomban például heti 1 óra. leadok egy olyan velős eszméletlen izét, hogy ez 12 óra. De értem, nem tudok tárgyalni money freedom. Ha nekem például a finance-el van problémám, ez ebbe már, mert lehet 5000 kliensem, engem nem ez hajt, nem ez érdekel, hogy 5 vagy 5000 van, ez majd szépen. Engem az, a mi értem. Hogy ez a collective consciousness, ez meg kell, hogy változzon. Embereknek meg kell, hogy tanulják. És egyre többen, nem tudom, látod-e, van egy shift. Egyre több ember hagyja ott, már Covid alatt. Ott hagyták a munkahelyeket, vissza sem mentek, belekezdtek saját üzletekbe, és thriving. Van egy consciousness shift. Egy ilyen tudatalatti, meg spirituális shift. És szerintem az AI-nak, ha lesz valami eszméletlen nagy minőségi ilyen change maker, meg abszolút revolutionary valamilyen, az az lesz, hogy az emberiségnek vissza fogja valahogyan állítani a szükségét, hogy jobban emberek legyünk. Legyen ez a végszó. Jó. Nagyon szépen közé eljöttél, így ilyen sok-sok hosszú barátság után. Ezt mindenféle folytatni kéne. Én arra ösztönözlek, hogy csinálj egy podcastet. Én nagyon szívesen segítek ebben neked. Szóval, ha kell, akkor itt is meg tudod csinálni. Beszélni imádok, úgyhogy ott nincs. Hallgatni is. Megtanultam. Ja. Hallgatni is. Szóval nagyon szépen köszi. Én köszönöm. Folytassuk. Nem tudom, hogy kinézte ezt végig. Mindenképpen. Képzelj, mit csináltunk meg 12 órás, 24 órás barátságból. Ja. Mi jön még? És még nagyon sok mindenről nem beszéltünk. Nagyon sok mindenről. Szóval még egyszer, annyit kell elmondanom, hogy ezt körülbelül 95%-a ezt a műsort nézi, nincs föliratkozva, szóval akik ezt nem tették, akkor ezt itt tudják itt tudnak föliratkozni, és itt pedig van egy ilyen playlista, ahova az emberek a többi ilyen műsort, vagy hasonló műsort meg tudják nézni, és akkor jövő héten találkozunk. Sziasztok!